uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Hello mindenkinek. Már újra a föld felszínen. Jó kis szabadon. Szabadon a jó kis stúdióban. Igen, itt vagyunk újra. Jó volt a konténer. Jó volt. Nagyon jó volt. De egy napig tök jó volt. Hát nem ülnék ott minden nap, az nem. Biztos minden reggel, ahhoz kicsit nyomasztó volt, hogy se ablak. Ott ültünk egy sorban, mint a vájúnál a malacok, de jó, egyre jó volt, nekem igen, tetszett. Egyre abszolút jó volt. Hát a mi Gyulánknak köszönhetően azért meglehetősen lakályos lett ez a kis konténer stúdió, úgyhogy nem kellett palaszkodnunk, ő mindent megtett azért, hogy jól érezzük magunkat. Kedvemér is berakod egy stroboszkópot, hogy minél előbb migrénem. Igen, ezt nem bírod klasszikus. Nem, migréned végül tényleg. Nem, de nagyon szépen köszönöm utólag is, ott lehet, hogy nem köszönte meg a napszemcsit. Hát basszus, én kikészülök tőle. Egy fél perc és végem van. Szétesik tőle a fejem, hasogat, elmegy a látásom, borzasztó. És amikor ugye nyitott a konténer és elindult kifelé az autó, akkor megküldtük füsttel, fénnyel, hanggal, amit csak el lehet képzelni. És János nagyon aranyos volt a sorban, az utolsóként itt tartotta a szemét, hogy jaj, merre kell menni. Kibotorkáltunk ott ilyen. Sokat nem láttunk, akkor a füst volt, amikor kinyitották az ajtót. Jaj, gyerekek, hát nem sokat pihentem a hétvégén. Mi volt? Csak a munka. Csak a melónak élek, most már rájöttem. Helyett, hogy egy kicsit valamit csinálta volna. Szombat ragyogó, jó idő volt, mehettél volna futni. Hát mi pénteken még ugye forgattunk. Egy pénteken is forgattunk tényleg. Nagyon jó, az jó volt egyébként. Jó az egyek út? Na hát jó volt egyébként, kim voltunk, jól éreztük magunkat, jó kis forgatás volt, ugye az új műsorunkhoz készítettünk egy promót, és hát azért is volt érdekes többek közt a forgatási helyszín, legalábbis számomra, mert hogy a Hellboy 2 című filmnek a díszletei között forgathattunk, és rögtön el is kezdtem fényképezni, vagy a gyereknek az egyik kedvence, mondták, hogy a vörös majom. Ez a vörös fejű, ilyen két ilyen pukli így van a fejérű. És ezért is jó volt, meg azért is jó volt, mert hát végre köszönthettük a saját testünkön a telet, mert hogy olyan kereszthúzat volt végig, majdnem megpusztult. Nagyon ideg volt. De mesztelen promót forgattatok? Részben igen, a ruha alatt mesztelenek voltunk, de egyébként nagyon mélyen mesztelenek voltunk, de aláöltözetet vittem, Balázs természetesen nem hozott semmit, ő egy ilyen lezser, laza srác, őt igazából nem hagyják meg a hónapok, a mínuszok és izé, és ott álltunk, és rettenetesen hideg volt, de hát nagyon jó volt, vicces nagyon, volt. Nagyon hideg és volt. És ugyanaz lesz, mint az újság hirdetés, hogy piszoáról előtt álltok le, nem. Más, ez nagyon. Azt hittem ugyanezt a vonalat folytatjátok. Ez egy ilyen image-es sztori lesz, és hát... Ez az a műsor, amire még mindig nem lehet rákérdeznem, ugye? Múltkor megpróbáltam, azt elhajtottatok a francba. Mit csináltunk? Elhajtottunk? Igen. Miért? Dehogy is. De adásba kérdeztem, hogy lehet-e valamit tudni, ezt mondta, semmi között hozzá. Akkor még mi se tudtunk semmit. Akkor még mi se tudtunk semmit azért. El tudom képzelni, hogy ti úgy kezdtek el forgatni, hogy nem tudtok róla semmit. Most már többet tudunk. És, na, de Egyekvúdról három mondatot, mert az egy ilyen misztikus dolog az érem oda kikerülni, tehát azt nem lehet csak úgy kimenni, és hogy az a korda, ugye? Az a kordos stúdió. Igen. Az Egyekvúd, és arról mindenki ilyen legendákat mesél, ott nagy produkciók készülnek. Például a Vörösfejűvel találkoztatok? Nem, hát én nem bántam volna, hogy találkozunk, mert az azt jelenti, hogy már forgatják a harmadik részt. Az első kettőt azt nagyon szerettem, de egyelőre nem. Aha. Nagyon misztikus volt tényleg az egyik kollégánk, már az elején megszivatott minket azzal, hogy megállt egy olyan bódinál, amiben nem ül senki, és úgy csinált, mintha éppen ellenőriznék, vagy hogy beszélgetne. Aztán mi is megálltunk a bódinál, benéztünk, senki nem volt benne. Tök kihalt az egész. Tök kihalt. Senki nincs ott. De tényleg. Hát gondolom, hogy csak dolgoznak. Ilyen kísértett járáson, ilyen elhagyott régi nagy díszletek, nem? Semmi, senki, meg mi egy utcában. Aha. De hogy teljesen kihalt az egész. De leforgatnak valamit, és így ott hagyják. Persze. Aha. És aztán azt javítgatják, csiszolgatják, átalakítgatják, hát olyanok, hogy ezeket nem érdemes elbontani, mert hatalmasak egyébként. Aha. Fantasztikus nagy díszletek vannak, és ugyanolyan, mint amilyen mondjuk ebből a szempontból mondjuk a Fóti filmgyár, hogy ott is hosszú éveken keresztül állnak a díszletek, és akkor mindig az igényeknek megfelelően alakítgatják őket. Itt is ez van. Igen, és ott hagyják. És akkor tehát van egy utca, egy mozival, meg nem tudom, és az úgy ott tök üresen áll. Teljesen berendezett házakkal, ablakokkal, mozi, utca, és ez senki nem nyúl hozzá, és ott áll. Menő, de ha majd kell egy utca egy filmbe, akkor az megvan. Vagy akkor átfestik, vagy azt használják. Aha. Tök jó.
Milyen volt a futás? Jó volt? Jaj, nagyon jó volt. Hát mi ugye hétvégén részt vettünk a Class FM színeiben, az első Runway Run-on, amit Magyarországon is végre megrendeztek. Aktív repülőtérén ilyet még a világban nem csináltak, mert ilyen lezárt, meg már nem működő repülőtereken csináltak már ilyet, de hogy az egyes kifutópályán a Liszt Ferenc repülőtéren sikerült teljesítenünk egy 21 kilométeres félmaratoni távot, Kisorsival, a Bázi Csabival, meg a Szani Rollival együtt. Azt hiszem, hogy 63-ból a 35-et lett. Az nem is, nem is volt egyébként rossz az eredmény. Az idő az egyszerűen gyönyörű volt, az hihetetlen jó volt, és hát egy az egyben olyan volt, mintha mondjuk elutaztunk volna valahova. Tehát bemérés is ugyanazok a szigorú biztonsági ellenőrzések, ugyanúgy késvilla, olló, tubusban krém, folyadék, semmi nem mehet föl, ugyanúgy átmész a kapukon, ugyanúgy csekkolnak, ugyanúgy kivetetnek veled mindent, legyen szíves levenni a cipőjét, van valamilyen csíp vagy elektronikus, igen, van a cipőben csíp, kérem szépen, tegyek ide az asztalra. Hát minden iszonyat. Hát de nem repülni akar felé, egy egyen volt, nem? Hát onnan már nem is indul igen, polgári járat. Ezt mondjuk egyelőre. Hát át ne szaladjál kettőre. Jó, az közel van, azért ott kéne futni egy kicsit. De nagyon szigorú volt, ugyanakkor rengetegen voltak, marha jó hangulatban telt az egész, és a többiek is nagyon kitettek maguk ellen, mindenki full profi volt. Először Roli indult neki a távnak, a 6 kilométert azt lefutotta, azt mondja, hogy olyan 32 perc körül eredménye alatt, és meg kellett állapítanom ott, és a többiek is ugye picit így ugyanezen a véleményen voltak, hogy a Rolinak iszonyatosan komoly tehetsége van a futáshoz. Tehát, hogy ő, hogyha ledobna magáról egy tízest, akkor marha gyorsan szeretem. Figyelj, rommá verne, igen. Igen, egy picit változtatna az életmódján, mert olyan szép eredmény volt, olyan temposan futotta végig az egészet, le a kalap előtte. Nagyon jó volt. Csabi is nagyon jó volt, hát rajta látszik. Mennyi időt futott el? Csabi azt mondja, hogy várjál. Nem, a Csabi volt a 32 perces, a Roli volt 29 perces, én 27, az Orsi meg volt a befutó, 3 kilométert, azt hiszem, olyan 12 perc alatt talán, de ő is nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy sokan is voltak, jó volt nagyon a hangulat, tehát ezeknek a váltófutásoknak mindig egy ilyen speciális hangulata van, akkor lepacsizunk mindig, amikor a másik beér a célba, és akkor elkezd inalni, nem volt, hogy a csípes mérés volt, úgyhogy így oldottuk meg a dolgot. Megy. Fotó lesz természetesen fent a Facebookon, meg a klasszfm.hu-n is, meg a klasszfm-nek a Facebook oldalán is, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, tényleg jó volt, le a kalappal a szervezők előtt. Büszkék vagyunk rátok. Az egyik repülőtársaság, a világ legnagyobb sportszergyártó cége, meg hát ugye Hardi Mihályék szervezték, álmodták ezt a dolgot. Nem, ő támogatott. Támogatott? Persze. Autóment is csapkodta az emberek hátát. És ha már támogatás, egyébként ez egy jótékonysági futóverseny volt, és a nevezési díjakból olyan fiatalokat fognak támogatni. A Margit Szigeti Atlétikai Centrumban adnak nekik lehetőséget arra, hogy sportoljanak, akiknek egyébként nincsen lehetőségük, mert nincsen hozzá, nincs hozzá pénzük, ennyi. És tényleg a Sólyom Ervész beszállt támogatóval? Nem ő. Ja, ne azt hittem. Ja, nem azt mondtad, nem hogy ő. Magyar légitársaság. Azok mindenhol beszállnak, de... Kvázi magyar. De még sincsenek sehol. Jó van, rendese. Kis hibát követtem el a pénteki kitelepülésünk egyik támogatójával. Na. Miután ti elhaladtatok a Chevrolet-val, ugyanis volt a helyszínen egy Camaro. Egy Chevrolet Camaro, illetve azt hiszem az Chevrolet, nem mindegy, nem tudom, ez a sportautó, tudod, igen, beismered, a hátsó kerekes, és azt megkérdeztem a kedves barátaikat a Chevrolet-nál, hogy nem lehetne, hogy én itt egy kört megyek, mert az hátsó kerekes, és ki lehet kapcsolni az összes elektronikát benne, ami így szabályoz. És mondták, hogy persze, hát nyugodtan, akkor még nem tudták, hogy mire készülök. Becker kollégával bepattantunk a lenyitott, mert ráadásul kabrió volt, a lenyitott gépjárműbe, és ott az építkezési területen olyat csapattam, tudod, kilincsel előre, csak úgy megyünk, végig, nagy gázon, oda teszed, megfordul, áltapor, és utána már láttam, hogy egy kicsit úgy toporognak a támogatóink a sarokban, mondom, Ferikén most már visszaviszük, de azért még megyünk egy nagyot, és ott még vettük a figurát a gépjárművel, majd miután befékeztem, és a teljes vezérkart sikerült porral elborítani, így elegánsan visszaadtam a kulcsot, hogy köszönöm szépen, nagyszerű volt, mikor számíthatunk az újabb támogatásokra. Nem voltak teljesen boldogak, úgyhogy így ezért utólag elnézést. De jól ment a gép?
én szeretem az ilyen. Ezt megtéptem volna én is. Az ilyen 6000 köbcenti és V8-as motor hátsó kerékkel, és kikapcsoltattam az elektronikát benne, tehát ott akkor aztán megbolondulsz. Az elég jó. Kicsit le tudsz szúrni az elejét, és megy körbe a feneke, körbe-körbe. Becker is ment? Nagyon jó. Ne, hát ő csak ült. Nem mert. Ő mondta, hogy ő nem törné össze. Mondom, én se, de azért amit tud az autó, azt kipróbáljuk. Az jól tud menni azért. Nagyon jó volt. Főleg, hogy hátsó kerekes, igen. Plusz kipróbáltam az egyik általunk csak homok rakodónak, de mielőtt bárki megírja, ezt már múlt héten is tudtuk, hogy homlok rakodónak hívják, de mi homokot pakoltunk vele, tehát ezért hívtuk így. Azt meg lehet vele csinálni, hogy ülsz benne, letámasztod a kanalat, amivel ő meri ki a földet, és azzal fölemeled az egész gépet, és így dől hátra. Óriási volt, ott ülsz, egy olyan pilóta fülkéje van, hogy két karos, két kezes, tehát minden egyszerre, mint egy helikopter, és ahogy emelet közben tudod elforgatni az oldalát. Úgyhogy ilyen nagy technikai bulit tartottam pénteken. Jó volt, köszi mindenkinek. Bocsakárokért. És ott lapátoltam? Azt is kipróbáltam, igen, de az annyira engem nem vonzott, hogy ott arrébb rakjak valamit, és arra volt szakember, meg mondták, hogy azt nem kéne, mert ott lehet, hogyha valamit kicsit arrébb mész, akkor kábelt épsz meg minden. Igen, azt nem biztos, hogy jó. Kimentem egy jó zöld területre, lehet olyat sem, hogy helybe fordul, egyik lánctalp hátra, másik előre megy. Nagyon jó volt. Hát ezek menő. Nagyon profi kis gépek, ezek már nagyon meg vannak építve. Igen. És most be is temették a lyukat, vége, kész? Kész, ennyi. Elföldelték is? A konténert kivették, földet visszadurták. Mintha mi sem történt volna. Nyoma sincs a bulinak. De hogy ástak, nem? Ennyire gyorsan kiástak. Nagyon ügyesek voltak. Mindenki nagyon oda tette magát. Szerintem lepihentek délután egy picit az 50 méter föld után. Biztos. Ott ugye 10 ástak, ebből 4 hölgy volt. A 10-ből, ha jól emlékszem, 4 vagy 5, de 4 biztos, hogy hölgy volt, és 50 köbméter földet megmozgatni, az nagyon kemény. Hát valószínűleg a nyertesünknek nem okozott problémát, vagy a legkevesebbet ez a kis földmunka, mert az örök elég jó fizikai állapotban vannak, ugye tűzoltóról van szó, úgyhogy neki nem, de az összes többi versenyzőnek biztos, hogy volt másnap. Igen, de jó helyre ment a nyeremény egyébként. Nagyon. Azon, ott már mind a 10 jó helyen ment volna, tehát ott mindenki megérdemelte volna, de mégis azért ez így egészen jól sikerült, hogy ő nyerte. Vidámparkban nem volt senki búcsúzni? Két héttel ezelőtt. Ma héttel? Még ki lehet menni, nem? Vagy már vége? Szerintem nem, ma még ki lehet menni, ma van az utolsó. Én két vagy három évvel ezelőtt búcsúztam. De akkor nagyon elbúcsúztam. Figyelj, tömegek vannak, állítólag megdőlt mindenféle rekord, meg mindenki. Mindenki rájött, hogy azért mégiscsak jó ez a Vidámpark. Ha egyébként ennyien mentek volna, akkor nem is zár be. Jó, hát úgy kell Egyiptomban marha nagy divat, hogy mész ki, és már a repülőn suttogják, hogy ez az utolsó év, hogy oda lehet menni a piramisokhoz. Igen, lezárják. És mindenki megy, mint a barom. Jövőre ugyanúgy megvan természetesen a dolog, hogy ezt kellett volna csinálni a Vidámparknak gerilla marketingben. Minden évben elhíresztelni, gyerekek, ez az utolsó év. Aki meg akarja még nézni, jöjjön. És akkor ugyanez lett volna. Igen, igen. Hát vannak zenekarok, akik ezt csinálták előszeretettel. Utolsó koncert, búcsú koncert, több már nem lesz belőle, csak még egy, meg ha esetleg még érdekel valakitok, még kettő. Hát igen, az elgétés ezt csinálja. Ne, ők nem mondják, hogy búcsú koncert. Egyszer mondták a nyugati terreset, abban igazatok van, de utána már csak így zenélgettek. Fátylat borítottak rá. De volt nekik is búcsú. Mindenkik ez a háromnapos, ez nem nagy búcsú? Nem, egyik se. Nem. Ez most csak sima elgét. De már igazatok van benne, volt búcsú koncertjük. A nyugati teres például az volt, hogy utoljára és vége, és aztán azóta volt még 15, hála jó Istennek, mondjuk mi, akik szeretjük a zenekart. Most voltak, de az is volt, de az se volt búcsú koncert, ott voltam, nagyon jó volt. Mit kérdezte, hol voltunk? Voltatok kint? Nem, csak olvastam, hogy nagyon nagy fennakadás volt, meg nagyon nagy dugó. Nem, én vasárnap is forgattam, úgyhogy nem is nagyon pihentem. Kis forgatás. Tessék? Kis mozi az életem. Nem, mert a péntekit elcsesztem, és akkor visszament kijavítani. Igen. Hát de neked nem szólt. Vasárhattam egy kis letképből, hogy kell. Hát sminkelték a stúdiótechnikának megfelelően, egy utómunkával levágtak a lábaiból 20-20 centit, tudod, letolták a haját, igen, és az én részeimet újra felvették vele. Igen. Ez kell. Ez kellett sem. Mit mondaná ez? Milyen idő lesz? Tényleg jön ez a mínusz 5 fok, vagy mínusz 3, meg 0? Jön. Ez nagyon kemény. Jön, most már hűsek lesznek a reggelek. Megnéztem, hogy a múlt héten, valami kedden vagy szerdán, milyen nap volt az előző évben, és 32 fok. 32 fok volt. Jézus. Van egy olyan, valami ilyen időjárási oldal, ahol meg tudod nézni, hogy előző évben milyen idő volt aznap. És múlt héten kedden vagy szerdán találtam, és megnéztem, szerdán azt hiszem
tudom én, szeptember 24-31 fok. Szép. De most nincs pénzük stúdióra, hogy a rejsz kitették a pusztára? A rejsz önmagát kapcsolja. Ez egy ilyen nagyon nagy cikk. Ja, és akkor nem kell bemenni dolgozni. Nem. De kikapcsolja saját magát Szombathelyre. Figyelj, kiállsz a teraszra a Szombathelyen, laksz akkor teraszon, és akkor mondja, hátul Szombathely fényei, tök jó. Így van. Én simán el tudom képzelni, hogy egyébként pizsamanadrág van rajta, mert csak direktor fölfele mutatják. Ja, és ink sincs rajta, csak egy nyak, egy ilyen nyak. Szépen visszamegy a lakásba, és visszafekszik. Egyébként ez nagyon jó. 11 fok délután, király! Az már, az a 11 fok délután az azt jelenti, hogy ez mínusz este. Szakadni fog rólunk a víz, a hideg veríték egészen pontosan. És már vissza se jön ez a jó kis ősz. Jó október közepe. Á, gyerekek. Vége. Nem, vége, semmi nem lesz, persze. Semmi, semmi nem lesz. De kell, mindegy, ja. Viszont na, még egy sportszenzációról mindenképpen emlékezzünk meg, mert hogy Lubics Szilvia, aki egyébként itt is vendégeskedett a mi stúdiónkban egy korábbi alkalommal, az ország egyik legjobb ultrafutójáról van szó, 2011 után ismét megnyerte az Athén Spárta ultramaratoni futóversenyt, ami egy ilyen kis nevetséges kis 246 kilométeres verseny. Így van. Hát 28 óra lett, letudta. Jézus. Atya Isten. Nem mondta, hogy ez normális. Ez nem vicces már az a baj. De már semmi vicces nincsen, Szilvia. És alszik, csukott szemmel alszik. Hát próbál meg igen néha pihengetni. Időnként megriad. Hú, megint futottam. Egy 50. Igen, megint futottam 50 kilométert, úgyhogy végig aludtam az egészet. Igen. Hát állítólag ott alszanak futás közben. Nem? Hogy ott simán elalszik. 28 óra. Atya, úristen, nagyon durva. Három gyerekes anyukáról van egyébként szó. Aki a hivatása meg a gyerekek mellett készül, amikor tud. Hát éjszaka, nézd, ha ő már tud így aludni a 28 óra alatt, akkor az, hogy ad egy puszit, tehát a gyerekeket lefektette, 10 körül ad egy puszit apának, jó éjszakát, behunja a szemét, és lefut egy százast reggelig. Óriás. Nagyon komoly teljesítmény. Mennyit futnak? Hogy van? Lefut egy 50-et, kicsit pihen, megint 50? Vagy egybe lefutja a két, tehát megállás nélkül? Hát ha tudja, ha úgy meg tudja oldani a dolgot, akkor folyamatosan. Jézus már. Rajtuk áll, vagy múlik az, hogy mennyit pihennek. Atya Isten. Hát pössenteni csak megáll, nem? Vagy? Hát, vannak annyira elszántak, hogy nem. Hogy nem mi? Szerintem. Az legalább melegít egy darabig. Azt mondja, hogy fölök egy pelenkát. Nem? Vagy futva pisil. 246 kilométer. Hát gratulálunk, Szilvia. Zseniális teljesítmény. Mi a jó? Tehát ebben mi lehet a jó? Hát, ha megcsinálod, azért az nagy dolog lehet. Mondjuk a másodjára már nem tudom. Másodjára már magad ellen küzdesz az idő ellen. Én azt gondolom erről, aki nem futottam, nem, hogy 280 kilométert, 2,8-al is bajban lenni, hogy az azért az marha nagy dolog lehet. Biztos. Amikor megcsinálod, és azt mondod, hogy kész. Na jó, de azért igen. Hát, te vagy a világon a legjobb valamiben. Igen. Tehát, hogy ezt senki nem tudja abban a pillanatban, senki nem tudta abban a pillanatban utána csinálni. Tehát, amikor ott állsz a dobogó legtetején, akkor tudod, hogy ezen a távon itt és most te voltál a legjobb. Jó, csak amíg idáig eljutsz, érted? Tehát, hogy amikor már ebben, amikor olimpiai bajnok vagy, az gyönyörű. Amikor megcsinálod elsőként, nőként, magyarként a 280 kilométert, az gyönyörű. Csak érted, annak azért vannak fokozatai, tehát odáig kellett futni, odáig minden egyes reggel vagy este el kellett menned futni 50 kilométert, vagy nem tudom mennyit. Tehát, hogy azt a gyötrelmes utat végigvinni, az marha nehéz lehet. Persze. Ugye, mert az ünnepi pillanat, amikor megcsináltam, fölfutottam a Taigetoszra, vagy Olimposzra, vagy melyik az, érted? Akkor már nagyon jó. Tehát azt én tud, az biztos egy fantasztikus érzés lehet a legjobbnak lenni a világon valamiben. De az az út, amit odáig megcsináltam... Az nagyon meleg. Az nagyon meleg, igen. Az na, mindegy. Az nagyon... Fú. Gratulálunk neki. És futva jön haza ő? Hát nem kereti egy, nem. Hát most egy 4 nap alatt hazafut. Persze. Hát persze. Meg se rossz. Levezetés. Fogja a kis csőbázas hátizsákját, földobja. Kis, és ott már lehet alul, megszállhat itt-ott. Persze. Keresztül a Balkánon. Gyalog. Fog egy kicsit a repjegyen, igen. Hogy végeztünk a múlt héten játékkal? Ne is kérdezz. 3-2-re? 3-2-re. Ugyan elbuktuk a hetet. Igen? Aha. De nem 4-ed lett legalább. Buktunk, biztos? Én nekem szent meggyőződésem, hogy 3 hallgató, 2 a miénk. Ez nem hangzik túl jól. Na jó, hát akkor majd most rendet csapunk. Jó? De akkor jó. Most mészárolunk ezen a héten. Jó, lehet jelentkezni játékra. Jó. Egészen nyugodtan. SMS számunkat mindenki tudja. Mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 7:30 van. Ez itt a Morning Show.
3:47 múlt, pontosan 3 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Veresegyházán 8 fok van. Jó Isten. De bent. Tessék? De bent a lakásban. Bent a lakásban, kint hidegebb, igen. Kár, hogy elmaradt a nap hallgatója, pénteken biztos élettem, hogy én ide egy hallgató. Igen, hát ott a nagy sorsolás után közepette annyira sok időt vett el, hogy már nem tudtunk senkit hívni. Ilyen ritkán van, de pénteken valóban nem. De elosztottuk egymás közt, és végül is Feri lett a nap hallgatója. Ő vitte azt az emlékcsomagot a gyereknek. Igen, megszavaztuk, aztán végül ez lett. Jó reggelt az M7-esen, a Pákozdi pihenőnél mérik a Budapest felé haladókat, ez Tomika küldte nekünk, és van egy koccanás az M3-ason Budapest felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt alakul a dugó. Hát akkor most 2 évig valami feltúrás lesz. 2 éven keresztül a Hungáriát csinálják. Nem már. De. Hát már nem lehet kijönni az utcánkból. 2 év. Jézus, atya úristen. 2 éven keresztül. Most már nem lehet egyesvilizni, csak mondom, hogy buszra kell szállni. Átszállás van, és a Lehel körút kereszteződés, az kész. Na, ez most 2 évig tart. Tehát 2 évre nincs Hungária körút, vagy hát ha van, akkor is ilyen... Sávelhúzás van, 3-ból 1 vagy 2 működik, 2 sáv. Az egyik buszsáv, ráadásul szélről a jobb oldalról ott föl tudsz szállni a buszra, és azonnal így keresztül vág a 3 sávon a busz, hogy bemenjen a villamos sinekhez, mert ugye ott tudsz átszállni a villamosról. Nem szerencsés arra menni. 2 év alatt mit lehet csinálni 2 év, illetve tudom, sok mindent lehet csinálni 2 év alatt, de hogy a Hungária mit lehet csinálni 2 év alatt? Hát a villamosokat újítják, a villamospályát, a köveket, a betont, és az egész Hungária. Tehát, hogy egészen lánymányos, sőt, azt hiszem meghosszabbítják az egyes villamos, és átviszik a hídon. Uh-huh. Az mondjuk jó ötlet. Az jó átviszik ötlet. A hídon a másik oldalra. Úgyhogy az alatt lesz egy kis meló. Egy kis pitypúgy, laza 2 év, hamar elmegy. Na jó, elvesztettük a múlt hetet, úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk, és mindenféleképpen győzni akarunk. Jó, megnézzük, hogy ki a mai játékos. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia Balázs, szia Feri, szia Jani! Hello! Hello Frankie, hello! Sziasztok. Honnan hisz minket, Frenki? Jelen pillanatban Dunaújvárosban állok, hogy kicsit alább hagyjon az eső. Na, tényleg esik? Errefele esik. De vidám. Akkor szállítványozó, gondolom, ugye? Jelen pillanatban kimondhatod még? Állok, de megpróbálok így ráedzeni, mert mindig követni szoktam így a előző párbeszédet, és itt megpróbáltam magamat így ráedzeni erre a műsorba kerülésre. Aha. Jó, edzél, Frenki, mióta készülsz? Elég régóta hallgatlak titeket, nagyon szeretem a műsort, és igazából marhára izgulok. Marhára izgulsz, jó. Nagyon. Oké. Na, kivel akarsz te megmérkőzni? Én Jánossal szeretnék, mert János nagyon jó arc. De jó, de aranyos vagy. És hogy nem azt mondtad, hogy mert ő a leggyengébb láncszem így korán reggel mindig a fekete fehér nemben. Ami úgy nagyjából egyébként fedi is a valóságot. Ne, mi megtesszük. Igazatok van. Nem játszol te rosszul. Na, Frenki, felkészültél? Persze. Na nézzük akkor meg, hogy mire mentél a sok hetes edzéssel, jó? Oké. Valamint azt írtad, hogy Frenki a feláldozható. Hát megnézzük, hogy az legyél. Mennyire vagy az? Remélem. 3-2-1, tessék. Frenki, a Frenki az a Ferencnek a becézett formája? Onnan kaptad a becenevedet? A vezeték nevemből kaptam a becenevemet. Frankó. Franco, ez egy spanyol név? Szlovák. Azt mondtad, hogy dunaújvárosi vagy, ugye? Budapesti vagyok. Budapesti vagy. Dunaújvárosban dolgozol?
Árut terítesz. Tudod, hogy hívták az 50-es években Dunaújvárost? Szerintem ugyanígy. Sztálinváros. Így hívták. Tudtad? Hát az még a régi időben. Persze, maradt. Az 50-es években. Az régen volt, az nagyon régen volt. Na, mit terítesz? Milyen árut? Milyen jellegűt? Élelmiszer? Mindenféle élelmiszert. Élelmiszert? Medencéket. Jó van, vége van. Vége van, hát igen, olyan kis Eléggé passzív voltam, elnézést kérek esetleg mindenkitől, hogy ez így jött le. Megpróbáltam valahogy húzni, hogy sikerült. Passzív voltál, de nem súroltad azt a határt, ami nekünk óvnunk kellene. Ez egy olyan fajta passzivitás volt, ami ugyanakkor megadható. Tehát, hogy... Meggondolt, inkább fogalmazni. Igen, ezt nem tudjuk megóvni. Nem is akarjuk, de nem is lenne szép, mert hogy azért jól játszottál. Köszönöm. Jó, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Franky, gratulálunk. Köszönöm szépen. Szia. Hello, Franky. Ezek a hagyományos visszakérdezgetések, ezek már egyre kevésbé mennek. Ki kell találni valami újat. Igen. Ki osztottam, soroztam, próbálkoztam. Visszakérdezgettem, próbáltam nagyon aktív lenni, hátha valahol sikerül belelöknem a csapda, nem. Hogy volt előtte, hogy akkor most ezt a hetet nyernünk kell? Hát azt, hogy igen, hogy revansot akarunk venni, hogy vért ittunk, hogy le akarunk számolni mindenkivel. Ja. Most egy nullada. Vért ittunk. Igen, egyelőre ez a terv még várat magára, de nem baj, holnap meg tudjuk csinálni. De vannak ilyen terveink, hogy jövőre néz, hogy egyszer majd vért iszunk, és majd mindenkit legyőzünk újra. Igen. Tehát, hogy igazából ez most még semmi. Ez most még semmi. 1-0, majd aztán szépen megindulunk. Kitört kerekű lada az új köztemetőnél a villamosi, nem villamos közlekedés bajban lesz. Ezt Krisztián küldte nekünk. És azt írja valaki, hogy karácsonyig nem 2 évig. Sokkal jobb a helyzet. Nem karácsonyig. 2015 karácsony. Az egész Hungária körútnak a felújítás az 2 darab éven keresztül fog tartani. Csak ez a szakasz van karácsonyig. Az lehet, hogy ez a szakasz, de aztán mennek arrébb, és végig az egész Hungáriát felújítják, úgyhogy azt nem csinálják meg karácsonyig. Aha. Ezt nem csinálom. Mondjuk ráfér. Tegyük hozzá. X-faktort nézett valaki? Jó? Milyen? Jó. Igen? Én a szombatra azt néztem, vasárnapit nem, mert Jim Carrey film volt a DVD-ben, és akkor nem, sajnos nem tudunk a gyerektől semmi más nézni. Ő imádja, mi is szeretjük egyébként, csak mi már sokat szóra látjuk azokat a filmeket, amik még újak. De az X-faktor jó. Jó énekesek vannak, én nem láttam benne egy darabot se gyerekek továbbra. Vannak benne jók is. Igen, lesznek jók? Vannak benne jók is, és hál' Istennek kezdenek eltűnődezni belőle azok az énekesek, akiket így a show kedvéért juttattak tovább korábban. Hát van hova fejlődni most a 3. évad után, úgyhogy azt gondolom, hogy bár ott olyan mélyen volt minden, hogy onnan csak előre lehet menni, nem? De most hát te legyünk őszinték, hát Stone-nal meg nekik voltak. Hát ez egy ilyen évad volt, meg ugye a kis Zámbó. Meg a kis Zámbó, meg még azért sokan mások, akik hát azóta se kellene, hogy énekeljenek, pedig megteszik. Szóval, hogy lesznek jó énekesek. Lesznek, vannak is. És még a mentorházba kiszorhatják őket. Persze. Mert a tavaly is azért jókat szórtak ki, és rosszakat juttattak be. Sokszor. Hát, tökéletesen igazad van. A szerkesztői vezérelv az ugye úgy szólt, hogy legyen benne olyan is, aki miatt meg érdeklődve nézett. Tehát, hogy nem az ének miatt, hanem a sztori miatt nézett. Vannak benne régi énekesek is, annak, akik ismertebbek is már, meg vannak benne fiatal feltörekvők, meg... Na, szóval jó lesz. Nagyon sok. Nagyon jó lesz. Én külön örülök neki, hogy egyébként egy klasszis rock énekes is, Bátki Zoli személyében, BZ személyében, akit egyébként így a metal érában nagyon sokan ismernek, például a Stonehenge, vagy a Wendigo zenekar révén, is ott van. És így tökre rácsodálkoznak egyébként, tökre. Ez nagyon tetszik, amikor így, hát nyilván ők nem tudhatják, hogy 15 év énekel a srác, hogy hol voltál? De hol teremnek ilyen énekesek? De hol? Igen, hát 15 év énekelek. Na jó, 2 perc van pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan, 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Minden Morning Show hallgatónak újra már innen a stúdióból. Itt vagyunk. Egy hétvége után friss közlekedési hírekkel. Laci van itt velünk. Hello Laci, jó reggelt. Sziasztok. Hello, mit láttál? 40 percet később volna 20 kilométeren. De jó Isten!
Hát az elég sok. Honnan, hova? Hát az a Budapest vasútvonalon. Te már itt áll, vagy némi alkollal turbosítottad a reggelt, vagy nem bírtad a nyomást, és vagy csak nagyon utálod a világot? Csak egy kávé. Csak egy kávé. És még ott vagytok a vonaton? Még a vonaton, most egy felsőgödön állt meg. Figyelj! Már a nyugat érdekén, hogy legyen 10 perc. Szervez valamilyen közös éneklést, vagy mit, valamit, nem? Hát fogjatok össze, ott valamit csináljatok. Hát ez jó snobli parti. Hát igen, csak itt az a baj, hogy az embereknek a munkahelyen mennyire találják ezt. Nem annyira. Hogy mindig elkésik, ja. Tudod? És ez egy napi dolog, vagy ez csak ma történik? Napi, minden nap. Aha. De tudjuk az okát, hogy miért? Hát itt állítólag felújítják a sineket. Hm. Csak akik szervezik ezt, azok autóval járnak, és nem tudják, hogy hogyan működik a vonat. Aha. És 20 kilométeres szakasz. És 40 hát, perces késés. Igen. Ideig. És még nem értünk be. És ez akár több hétig is várható, tehát hogy ez... Hát elvileg 2 hónap, de lehet 2 év is, mivel felújítanak közben egy állomást. Ja, állomást is. Aha. De miért késik a vonat, ha egy állomást újítanak? Na nem lehet olyan gyorsan keresztül menni. Na de nem, az állomás az nem az egész út, az csak valahol lelassítasz, elhagyod az állomást, majd megint mész gyorsan. De gondolom, ott a vasúti vonalakat is újítják. Jó, hát figyelj, kitartás. Köszönöm. Ennyit tudom mondani, Laci. Jó? Okay. Tarts ki. Hello. Hihetetlen. Ez nagyon kemény. Hihetetlen. Ez nagyon kemény. Biztos azért kell lassítani, mert festik, hogy meszelik ki kívülről az állomás épületet, és hogy felcsapja a sarat. Hogy ez elmosódjon a festék. Egy Balázs hasonlás gitározik az X-faktorban, az MDC formációban. Na. Ez igaz? Ez igaz. Meg tényleg? MDC. Ez igaz, de igazából semmi meglepő nincs ebben. Hogy áthajaz. Miért nem szóltam, hogy van egy zenekarom is, mi? Hasonlít. Tényleg? Persze. De mennyire hasonlít, mint Minimi, vagy annál is jobban? Nem, Miniminél jobban hasonlít? Miniminél jobban nem hasonlít rád senki, és egyébként van egy jó hírem, ő is tovább jutott. Minimál produkcióval, de tovább ment. Tovább ment? Keveset volt benne. Hát ezek azok a részek, amikor még a műsorvezető nincs túl sokat, tehát hogy igazából valaki nem tudja, hogy néz ki a Lilu, nem az X-faktorból fogja megtudni most, nem? Tehát látsz egy szőkenőt hátulról, aki néha megölel valakit. De majd később lesz még rá szerintem lehetőség, hogy szórakoztassanak minket. Hát indulnak az előadások, úgyhogy persze. Jövő héten már szórják a poénokat. Biztos vagyunk benne egyébként. Hát de rossz indulatú vagy tényleg. Nem, valami ilyen tapaszt majd kell vennem egyébként. Ha begörcsöl hasod a nevetéstől? Hát de ha nevetni akarsz, akkor nézzél mikroszkóp színpadot. Hát. Mondjuk, de már nincs. Vagy van még? Van. Hát a régi ismétlésbe bele tudsz futni. Kapsz tőlem jegyet, Ádám és Eva, hát megkapod. Sas azért is, hát szerintem ott kineveted magad. M1-M7 bevezető szakasz a Budapest irányába, erős a forgalom, a Petőfi laktanyától lépésben halad balesetmentes vezetést. Üdv, Ká Laci. Igen, egyes villamos mellett október 28-tól a 3-as villamos kőbányai részét is felújítják. Puszi Titi és drága Anna, eztán minden évnapom eszembe jutsz majd. Lehet tudni, mikor is hogy jutok a pénteki nyereményhez, a 3 gyermek és boldog anyuka, Anikó. Hát, ja. Na, Anikó kapott valami nyereményt? Anna, te biztos tudod, meg is kapja a nyereményt. Na, megvan? Meg. Na. Itt vagy bal szélen, ott vagy fiatalkori önmagad. ők egy zenekar? Ők az MDC. Szegények mi hamar fognak kiesni. Az mindegy, de ő híres. Na most ezen a képen ez az ember inkább Mark Wahlberghez hasonlít, mint hozzám. Is. Lehet a Mark Wahlberggel és velem. Egy ilyen közös gyermek. Most miért kell kellemetlen helyzetbe hoznod Markot? miért kell kompromitálni? Ezeket a zenekarokat egyébként én nem nagyon értem ebben a műsorban. Tehát, hogy semmi nem lesz belőlük, sem eddig nem jutnak, mindig ők esnek ki szinte legelőször, és a büdös életben nem hallasz róluk. De tessék, az elmúlt 3 évadon mondjatok egy zenekar. Egy darabot. Akik ott voltak. Na? A Prügyidó. Na. Vajon hol vannak ők most ebben a pillanatban, és mit csinálnak? Utaznak, hát 4-80 még nincs még bent az isiben. Mit csinál a Prügyidó? Na de tessék, egy zenekar. Tehát ez teljesen reménytelen húzás. Zenekarként elindulni, ez ilyen... Ezt nem fogom megérteni. Ha logikusan gondolkoznál, akkor ő 5 ember ötször annyi szavazót tud maga mögé állítani. Rokonok, barátok, ismerősök. Ugye? Az pont 4 szavazat. Igen, az, tehát az már nem ér. Nem tudom, tényleg nem maradnak meg. De akkor minek teszik be őket? A zenekarokat? Aha. Nem tudom. Színesíti a bulit. Nehéz ügy. Igen, hát egy picit fel akarják dobni a sót. Hmm. De arra meg ott van Szikora Robi.
jó volt? Jó, szombaton, nagyon Robi? Jó, nagyon jó. Egyre inkább érdemes odafigyelni. Igen? Eddig is érdemes volt. Csikidám! Nagy Csikidám király! Jó volt? Nagy Csikidám király, hát az... Már elfelejtett nagy klasszikus dumákat, jassz dumákat hoz be újra a köztudatba, úgyhogy teljesen... Na mondj egyet, tessék, emlékszem ja, valamire? Nem tudom idézni, meg egyébként tényleg idézhetetlen is, mert hogy neki van egy olyan stílusa, olyan szófordulatai, olyan mondatai, hogy olyanokat más nem használ az országban, meg hát ugye hozzájön az a jellegzetes orgánumhoz, a hangszín, ami szintén nincsen az országban senkinek. Mari, Marina. Jó, hát a Ciao Pát, Ciao Marina, azt senki nem tudja úgy. Óriás. De még csak beszélni sem tud úgy senki. Na, lomtalanítással kapcsolatban ugye új rendeleteket hoztak, hát egy picit próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet ennek a lényege. Az egész városban sokszor lomtalanítás van, ugye akár szeptemberben is van, ahol tavasszal van lomtalanítás, van, ahol ősszel van lomtalanítás, de hogy... Több fővárosi kerületben még ugye ez javában zajlik a lomtalanítás, és van egy nagyon fontos változás, elsősorban azoknak mondjuk, akik mondjuk ebből élnek, vagy szeretnek lomok között turkálni. Ugye az idei évtől az utcára tett lomok a közterület fenntartó tulajdonát képezik, így ha elviszed azokat, akkor lopást követsz el. Lopást követsz el, aminek az lehet a következménye, hogy börtönnel, vagy akár komoly bírsággal is sújtható vagy. Hogy néz ez ki tulajdonképpen? Azt hiszem 50 ezer forint az értékhatár, ha te 50 ezer forintos értéket lopsz el, akkor két év börtönt is kaphatsz akár a lomtalanításnál. De ez csak lomtalanításról történik így. Ez tehát, most igen, csak a lomtalanítás. Igen, ez most csak a lomtalanítás. Hogy valaki valahol költözik éppen, és a trozsörök leteszik egy pillanatra a komódot az utca szélére, hogy megpihenjenek, vagy megvárják a buszt, már oda is mondjuk, hello, hello, hello. Hova viszik a komódot? Hova viszik komódot, azt a kis szófát? Na de várjál, akkor nézzük meg, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Hogy a fővárosi közterület fenntartó ZRT tulajdonába kerülnek. Miért? Ez nekik kell? Ők rohiznak vele? Vagy ők akarják ezt majd értékesíteni? Vagy hogy megy ez? Egyáltalán ki mondja meg, hogy ez 50 ezer forint alatt vagy fölött van? Tehát én lerogyok majd egy lomra. Aha. Mert azt valaki kiteszi. Én ott találok egy agyon használt, ezer éves, penészes hűtőszekrény. Ha 50 ezer forint alatt van, akkor engem nem büntetnek meg. Ha 50 ezer forint érték felett van, akkor megbüntetnek, és ott ül majd egy becsüs, aki ránéz és azt mondja, hogy 51 ezer. Hívjuk a rendőrséget, vagy ne hívjuk a rendőrséget. Ezt hogy valósítják meg, ezt nem tudom. Ők ehhez nem értenek, ezért kell a profikat alkalmazniuk, ezért ha majd oda megy a profi, és akkor akit ők alkalmaznak, és akinek nyilván van valamiféle jártasság ebben a szakban, és azt mondja, hogy ha 10-ben megáll. More, mit miért mondod ezt nekem? Persze, profikat kell alkalmazniuk. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy más ruházatban, tehát hogy nem mondjuk bővirágos cuccokban, meg fejkendőben is, esetleg egy hatalmas trombitaréz karikával a fülükben, hanem fővárosi közterület fenntartós egyenruhában fognak ülni, de gyakorlatilag ugyanazok az emberek. Mert ők a profik, ők értenek hozzá. De most mi a baj azzal, hogyha valaki, akinek szüksége van rá, egyébként azt elviszi? Hát, tehát, hogy ha már én úgy is kiteszem, ha már nekem nem kell, ha már arra nincs semmi szükség, ha már így is úgy is szemét van az utcákon, hiszen a lomtalanítás lényeg az, hogy legyen egy ideig szemét, majd attól megszabaduljunk. Akkor miért zavarja az a fővárost, hogy ezt valaki elviszi, és mondjuk még eladja? Hát nem tudom, láttál-e lomtalanítást az érkezők előtt és az érkezők után, mert a lakóközösség lehordja a motyót, ami rossz, ami már nem kell, ami szemét, ami fölösleges. Szemetet nem. Szemetet ugye nem teszünk bele, ami használ, de már nincs rá szükséged, és ők szépen összerakják a kijelölt helyre egy kupacra. Majd megérkezik a horda, akik ebből élnek, és ezt valahol meg is értem egyébként. A segédcsapatokkal együtt megérkezik az aranyhorda. Erzsike néni, Erzsike néni, a 92 évével egy kis tokival lerakják, ő az őr. Ő az őr, és hogyha másik horda érkezik, akkor Erzsike néni a botjával lengetve jelzi, hogy ez a szemét már foglalt. Na most miután ők elmennek, a probléma az, hogy azt a lomot, amit ott a lakók összehordtak, azt egy 6 négyzetkilométeres területen szétszórják. Szóval szerintem ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy ne hordják szét, vagy ne úgy hordják szét. Tehát ha a lomisok normálisan csinálnák, hogy megnézi, kiveszi, amikkel utána visszapakolja, de figyelj, nálunk például a 13. kerületben a múltkori lomtalanításkor nem lehetett közlekedni. Hm. Nem, mert az utcafront, ami 300 méter hosszú az egész házunknak. De az nem attól lesz
utána onnan elhordva, vagy nem elhordva, mert azt széthordják, mert aki már onnan elviszi, attól csak kevesebb szemét lesz. Az igen, csak tehát, szétdobálja a maradékot, ami ott volt. Tehát ha ők visszapakolták volna, akkor szerintem ezt a törvényt, vagy ezt a szabályzatot, vagy nem tudom mi ez, ezt nem hozzák meg. Mert itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ne kezdjél el lomizni, mert akkor meg leszel büntetve. Ha kisebbet viszel, akkor is van bünti, nem? Igen, hát többféleképpen van, hogy szabálysértési törvény alapján tulajdonképpen 60 napig is elzárhatnak, pénzbírság is lehet, 5000, legmagasabb összeg 300 000 forint, attól függ, hogy te ezt hogy csinálod. Kisebb érték 50-500 000 forint, lopás vétségnek számít, 50 000 forint alatti érték pedig szabálysértésnek. De nem értem. Aha. Tehát nem értem, hogy mi ezzel a baj, ha ezt valaki elviszi. Abban a pillanatban, hogy én leteszem, abban a pillanatban eddig tőlem vitték el. Az nem volt baj. Most elviszik már a fővárostól, akkor az innentől kezdve szabálysértésnek vagy vétségnek számít. De kinek kell az? Tehát miért baj az, ha ebből néhányan megélnek? Vagy néhányan azt mondjuk később eladják? Tehát szerintem a fővárosnak kevesebb lomot kell elszállítani. Az FKF-nek. Ebben nem? Így van. Tehát, hogyha megnéznék, hogy mennyit szállítottak el 10 éve, 5 éve, meg mondjuk tavaly, akkor szerintem ez az összeg, ez folyamatosan csökken. Hogy mennyi köbméter lomot kellett mondjuk elszállítani. Ezek egy részét elviszik az emberek. Akik ezt eladják, akiknek erre még szükségük van, akik még ezt otthon tudják használni, akiknek nincs pénze megvenni. Nem tudom, hogy ezzel egyébként mi a baj. Meg hogy milyen jogon formálnak ők erre igényt, tehát hogy milyen jogon mondják azt, hogy ez az övék, mert azért, mert közterületen van, tehát ilyen alapon akkor gyakorlatilag minden, ami közterületre kerül, akkor ez az övé kellene, hogy legyen. Az év 365 napján. Igen, tehát nem csak elveszíted a pénztárcádat, akkor az az övék. Akkor az az övék, nem? Mert hogy ez közterületen történik. Igen. Tehát, hogy ugyanúgy formálatra, amikor te már megszabadultál a felesleges használati tárgyaitól, a lomoktól, akkor onnantól kezdve az gyakorlatilag bárki lehetne, aki felvenni és elvinni. Én arra is kíváncsi lennék egyébként, hogy ennek mi a módja, hogy újrahasznosítják ezt, vagy egyszerűen kiviszik egy személytelepre, vagy mondjuk létesítenek, vagy már létesített ilyen szelektív hulladékgyűjtő udvarokba viszik el, ahonnan aztán mondjuk a lomisok elvihetnék. Értitek, hogy mit akarok mondani? Hogy mit csinálnak ezzel? Egyszerűen csak kiviszik a személytelepre, vagy egyszerűen bezúzzák, vagy ilyesmi? Ha én elszállítom és szétválogatom, akkor már a lomis ne vigye el az értékes részét. Igen. Ha a fővárosi fejjel próbáló gondolkozni, ami ugye nehéz, tehát hogyha én beszedem a kitett lomot, elviszem, szétválogatom mondjuk vasra, részre, ami értékes, utána már azt odaadni valakinek, az nagyon nagy felelőtlenség lenne. És az már ott pénzt ér. Azért sem gondolom egyébként, hogy nagyon szétválogatnák meg, hogy elvinnék mondjuk egy udvarba, és akkor ott megmaradnának ezek a tárgyak, mert szerintem hagyományos ilyen kukásautókkal viszik el, ahol ugye nagy része szanaszéjjel törik, bezúzódik, stb. Tehát, hogy ezek a dolgok nem lesznek újrahasznosítva. És nekem még mondjuk, mint környezetvédőnek, tényleg az a szimpatikus, hogyha ezeket újrahasznosítják. Tehát, hogy valaki olyan viszi el, akinek szüksége van rá, mert még persze, már benne fantáziája. Hát, kell neki ilyen, vagy eladja, de így, mert ennek szerintem kicsit az az üzenete, hogy az FKF megtartja, vagyis az övé. Ha az övé, akkor ő tudja aztán ezt később értékesíteni. Nem? Mondom, az esetek többségében szerintem nem tudja, mert hogy már tönkre megy. Na de hát a vasat, ha elviszik, hát azért azok milliárdok. Ha egy ország éves lomtandásánál megnézed, hogy mennyi pénz, hát itt nem arra kell gondolni, nem úgy értem az értékesítést, hogy fogja az FKF régi hűtőszekrén, jön két alkalmazott, hoznak egy ilyen vízköldő, sikárlática, megfogják eladó 30 000 helyett 15 000 és kirakják a hűtőszekrényt, hanem értékesítik a vasat, értékesítenek egy csomó mindent belőle. Tehát, hogy én nem értem, mert kupi így is van. Tehát kuplerá így is van, ha lomtalanít a főváros, vagy lomtalanít az ország. Hogy ezt néhányan elviszik, és most tök mindegy, hogy kik viszik el. Élelmesek, utána járnak, begyűjtik, felhasználják. Tehát ez egy ilyen természetes szelekció, nem? Elkerül tőled, átkerül hozzá, értékesíti. Ezzel nincs baj. Ezzel nem lesz nagyobb kupi. Kupi így is van. Mert így is bele fognak túrni, most is bele fognak túrni, tehát a kupi nem attól van. Rossz helyre dobják, rosszkor dobják, nem szedik össze rendesen, és ott még néhányan beletúrnak, az már az utcának teljesen mindegy. Csak most körbenézel, hogy van-e közterületes, vagy rendőr, és utána túrsz. Ugye, mert ha nem látják, akkor hát elvihetet. Igen, illetve én kirakok egy komódot, ami 300 000 forintot ér. Újkorában, de most már csak 20 000, és akkor ki fogja megállapítani, hogy az mennyit ér? Az a régi értéket nézik, az új értéket nézik, ha majd ki akarnak, nem tudom, vetni rád valamiféle büntetést. Akkor ez felújítás után 50-et fog érni.
ugye most 20, azt mondtad, ha 300 volt 20 ezer, de hogyha egy kicsit megtakarítod, rendbe hozod akkor 50 ezer. Hát, és egyéb, vagy 150, és van egy csomó dolog, én egyszer beszélgettem egy ilyen lomissal is, hogy antik dolgokat találnak, amiről a tulajdonosa nem tudja, hogy az egy mitén milyen váza vagy akármi, és ezeket szépen kirakja, és azt mondta, hogy nagyon jól lehet belőle élni. Na, ezek az új szabályozás szerint, ezek mennek majd a szemétbe. Igen. Igen. Vagy tényleg szétválogatják őket szét, mert részben arra hivatkozhatnak, vagy arra gondolhatnak, hogy legalább így szakszerűen lesz majd szétválogatva a szemét, mert azért vagy őszintén a lomisok, mondjuk, hogyha találnak egy hűtőszekrényt, akkor arról leszedik ugye a fém újra felhasznosítható részeket, az összes többivel pedig már nem foglalkoznak, azt vagy ott hagyják, vagy pedig valami erdőszélére lerakják olyan helyre, ahova egyébként nem szabadna. Tehát, hogy őket, a lomist csak az a része érdekli, amiből pénzt lehet csinálni. Az összes többi az ugyanúgy ott marad, vagy pedig valahova legórják, aztán a környezetet rombolja. Tényleg. És akkor az büntetik? Hát igen, azt büntetik igen. El. Igen. Na jó, de most így elviszik a lomtalanításról, mondjuk a fémet, és ha mondjuk ezáltal, nem tudom, kevesebb felsővezetéket vágnak le, vagy egy kicsit több pénzük lesz, hát most az miért jobb, nem? Hogy egyébként hát félek, akkor... hogy nem vágnak le majd kevesebb felsővezetéket. De így most még többet fognak levágni. Hát most még így azt is be kell hozni, amit mondjuk még nem tudtak elvinni lomtalanításkor. Mert az éves előre meghatározott költségvetésből hiányozni fog az a bevétel, amit a lomizásból szednék. Szerintem ugyanúgy. Uh-huh. Ezeket nem akadályozza meg abban semmi, hogy ezeket a felső vezetékeket, vagy bármi más összeneszedjenek. Nem, csak ez tényleg azért fáj, mert amikor meg takarítás van, vagy leesik a hó, vagy nem tudom, akkor meg mindig jön ugye, hogy hát az FKF meg nem voltak felkészül, meg a nagy hó, meg mit tudom én, meg. Hát a hó az égből jön, az nem az övéke. Akkor az ugye nem fontos, abban a pillanatban, hogy te valami értéket leteszel, na akkor az mostantól kezdve jó, akkor az most 50 ezer forint büntetjük, és akkor az már tulajdonképpen ugye hát az FKF-é. Tehát az már nem a te tulajdonod. Az már nem a te tulajdonod. És én odaadom neked, én kirakom az utcára, de azt mondom, hogy az a Janié, és te odajössz és elviszed, akkor te loptál? Hát ha a lomtalanításkor történik, akkor igen. De én neked adtam. Hát ő mondta, hogy az a tiéd, az a te tulajdonod. Azt ő nem kidobta, csak ott tárolja, amíg te nem jössz meg. Én neked adtam, és addig én őrzöm. Oda nem érek. Így ülök a hűtőszekrény tetején, lóbálom a lábam, te odajössz, elviszed. Mi ezt ledíleltük. Én neked adom. Akkor az lehet. Akkor az lehet? Hát azt szerintem lehet. Hát, akkor az ajándékozás? PTK szerint az ajándékozás? Tehát, hogy ez vannak ilyen kivételek szerintem. Uh-huh. Ez az egész szabályozás egyébként csak a lomisokat érinti. Szerintem azoknak az embereknek, akik kirakják az utcára a lomokat, ez teljesen jelentéktelen dolog, meg hogy már nem érdekli őket, mert hát azért szabadulnak meg a lomoktól, mert... Persze, hát persze, nem, engem nem az érdekel, persze, hogy most én már lemondok, hanem hogy én ennek szerettem az üzenetét. Tehát maga az üzenet az, ami nekem ezáltal egy kicsit így elvész. Méghozzá az, hogy emberek kitesznek valamit, amire nekik nincs szükség. Jön egy másik ember, akinek viszont valamire szüksége van. Megtalálja, hálás érte, elviszi, használja. Vagy ne adj Isten eladja. Hogy ezzel ez egy természetes körforgás. És ha te ezt bünteted, vagy büntetni akarod, akkor egy nagyon rossz üzenetet is elvesztesz ezáltal. Mégpedig az, hogy annak, akinek nincs szüksége valamire, ne tegye le, ne adja oda, mert az a miénk, azt nem viheti el senki, majd mi azt csinálunk, amit akarunk. Tehát ebben most, ha eltekintünk attól, hogy fémkereskedők, meg bandaháborúk, meg jöttek az utcán, meg ott verekednek egymással, volt egy ilyen nagyon szép üzenete magának a lomtalanításnak, nem? Tedd ki, amire nincs szükséged, és örülj annak, ha valaki odalép és azt mondja, hogy ez neki kell. És még az is lehet, hogy valaki olyan lép oda, aki azt mondja, hogy aranyom, de jó, hát nekem nincs hűtőszekrényem, elvihetem, persze tessék. Most ez egy kicsit ilyen idealisztikus lomtalanítás. De hogy azért nem csak késelések vannak lomok között, meg bandaháborúk, meg fémtolvajok. Tehát itt gazdára talál egy csomó ágy, egy csomó olyan dolog, amiből nem szedik ki a rugókat, hanem tényleg elviszik, kis családosok járják az utcákat, mit tudom én. És ez az üzenet, ez oda, nem? Mert arról van szó, ha te kitetted, akkor tulajdonképpen vége. Azt már senki nem viheti sehova. Csak ilyen 10-20 ezer forintos dolgokat. Tehát, hogy ebben volt egy ilyen is. Tedd ki, mert hát, ha jó lesz valakinek. Hát nem nagyon. Nem? Nagyon szép a dolog, de nem nagyon értesz célba még így szerintem. Vagy lehet, hogy valaha régen. Nem. Ha valaki rászoruló, akkor aznak inkább te odaadod. Tudod? Tehát ha én nekem vannak még olyan ruháim, amit már nem akarok használni, és azt gondolom, hogy ha kiteszem lomizni, akkor az jó helyre jut, akkor én nagyon-nagyon bárgyún látom a világot. Ha ezt akarom, akkor elviszem egy olyan helyre, ahol tudom, hogy ezt kiosztják
olyan embereknek, akik rászorulnak. Nem, a családsegítő központok el lehet oda vinni, vitetni, stb. Sőt, ők sokszor el is szállítják, hogyha ilyen holmiaid vannak. Meg tényleg ott van az az érve, amit a Feri is mondott, hogy sokan az ott lakók, a környéken lakók azért már unják, amikor mondjuk egy héten keresztül, mert ott térdigázolnak a szemétben. Tehát ugye minden egyes utcáknak, vagy a kerület részeknek más napra van kitűzve az elszállítás időpontja, és akkor így akkor hát emiatt gyakorlatilag heteken keresztül mindenhol összevisz a papírdobozok, ilyen szemét, olyan gané, minden van. És gondolom ezt is akarják, hogy mondjuk ez a része is így megszűnjön. Lehet. Egyébként ebben van valami. Hogy akkor nem lesz kupi? Azt mondod? Akkor nem lesz kupi legalább. Na, jelentkezett több hallgatónk is, aki ebből él. Úgyhogy beszélünk majd velük a hírek után természetesen, hogy egyáltalán mennyi pénzt lehet ebből összeszedni? Meg mi lesz most velük, meg mi az, ami a legjobb mondjuk a fémen kívül, amit el lehet adni, meg nagyon sok hozzászólás jött SMS-ben, úgyhogy ezekkel folytatjuk mindjárt. 7:30, 1 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A lomtalanításról beszélgetünk. Kiderült, hogy egy álomvilágban élek. Az most az voltam ma reggel, ami Jani szokott lenni, nem? Általában, tehát ma én képviselem az álomvilágot, és de az álomországot. De most visszarángatunk a földre, mert eddig tényleg szomorú vagyok. Kicsit úgy érzem, hogy madárcsicsergésben sétáltál egy mezőn, mezít láb, miközben virágokat gyűjtöttél, és színes pillangok keringtek a fejed fölött. És oda szaladt hozzá egy kis bárány, beledörgölte a kis buciát a kis térdedbe, mert megsimogattad, aztán igen, pedig ő elszögdelt. És ebből a világból rángattunk le ismét a sárba. Szörnyű, hogy már a kitett lomtalanítás nem annak jut, akinek kiteszük, és nem tudják elvinni a szegény emberek. Csak a hordák, akik jönnek, és rárabolnak, és megkéselnek mindenkit. Nem lehetsz mindig te a naív. Hát most kicsit nekem kell hozni. Nekem egyébként békésebb területeken a lomtalanításról tényleg volt egy ilyen idealisztikus elképzelésem. De ti? De most már tudod, hogy ez tényleg. És a hallgatók visszarángattatok a jelenbe, hogy micsoda háború zajlik itt a lomok között egyébként. Jó, de nálatok kiraktok valamit, nem is értik, nem tudják értelmezni, nem is hiszik el, érted? Most kirakod a Bengaluzen Dolby Surround hifi szettedet, mert megvan. Oda menek megnézni, mi ez, azt sem tudom, mi ez, hagyjuk itt. Nem, most nyilván nem arra gondoltam, hogy gyerekcipőket, gyerekruhákat és megmaradt pelenkákat kiraksz a lomtanításnál, és arra vársz, hogy valami rászoruló család elvigye, mi se oda visszük. De hogy nem tudom, nekem ebben volt egy ilyen kicsit, egy ilyen szép idealisztikus kép. Szörnyű, hogy ezt nektek most le kellett rombolni. Hogy már nem az a lomtalanítás, aminek én gondolom. Sokat nem kell tegyünk érte, azért lásd be a lerombolásban. Ne, sokat nem, hát láttam én is persze. Vasárnap reggel oda költöző mamikát sátorban, aki aztán csütörtökön megy el úgy, hogy mindenkinek a kezét egy kalapáccsal akarja összetörni a hozzányúlsz a lomhoz. Na de mégis, hát azért... A legjobb az, hogy egyébként olyat szoktak csinálni, hogy ő akarja eladni neked. Tehát kiteszi a lomot valaki. Persze. Mamzi odaül, és te mész, és mondjuk látsz egy könyvet, vagy valamit, és ezt így kivennéd. Igen. És azt mondja, hogy 600 forint lesz. Mit árulsz? Nem a tiéd. Húzzál már innen. De nem? Igen, hogy abban a pillanatban, hogy kivitted, hogy kilépted a kapun, onnantól kezdve már nem a tiéd. Onnantól kezdve végig van, igen. A 17. kerület madártelepen a lomtalanítás előtt 2 héttel az utca végén 20 fős család költözött oda nejlon sátorba. 2 hétig az utcán vécéztek. Neked tetszene, Balázs? Én dolgoztam kukásautó sofőrként, a mi munkánkat is megkeserítették, hogy ne vigyék el, azt majd mi elvisszük, aztán a felét ott hagyták a leszídás, meg mi kaptuk, amiért ott maradt. Írja egy másik hallgató. Micsoda bűvész köpönyegeim voltak Feri zakóiból. Hát, emlékszem rá, hogy próbálgattad az utcán. Bűvész köpönyeg. Ezek után a lomisok majd beköltöznek a lépcsőházba, és már ott elkérik a cuccokat, ugye, mert ha kirakod az utcára, akkor az már lopásnak számít. És ha én kirakom, majd meggondolom magam, és visszaviszem a házba, akkor loptam? Igen, kérdezi Rucsi. Letetted az utcára, már nem a tiéd. Igen. Balázs, te nem ebben a világban élsz. Ébredj már föl, fogalmad nincs, hogy néz ki egy lomtalanítás. Ha parkolok az utcán, akkor az autóm is a fővárosé lesz, kérdezi mosolyogva Péter. És itt van egy hallgatónk, aki ebből él. Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Ricsi! Igen, igen. Hello, Ricsi. Te ebből éltél sokáig lomtalanításból? Hát ez másodállás volt. Másodállás. Aha. Inkább így fogalmaznék. Na, de hát most már azért nem lehet könnyű ebből, itt most már írják. Hát ez már lejárt a jó világ, hogy így fogalmazzak. Na miért? Hát ugye most már annyira komolyá vált a helyzet, hogy ugye most már bejött ez a büntetés,
A másik az, hogy az emberek is felébredtek, hogy azért vannak azért értékek, amit kiraknak, és inkább már sokan vagy elviszik, összegyűjtik, és úgy, vagy ha nem, akkor az interneten árulják a különbözők. Most már megmaradtak inkább azok a ritka helyek, ahol esetleg van egy padlásürítés, vagy akármi, tehát a kihalt szülők. Hagyaték. És akkor hagyaték, igen, így is mondhatni. És akkor kirakják, és akkor ott, amit elvisznek. De hát az is már olyan, hogy esetleg találnak olyan régi könyveket, vagy akármilyen, hogy így mondjam, cserépedényeket, vagy akármilyen szetteket, amiből esetleg piacokon jó pénzre el lehet adni. Vagy a hozzá nem értők kirakják a Hajdu forgótárcsás mosógépet, és akkor egy-két kis javítás, és akkor már el lehet 5000-ért sózni valakire. És te mennyi pénzt tudtál ebből összeszedni? Hát régen? Igen. 100 000. Havonta? Hát lomtalanításnál. Lomtalanításnál. Tehát amikor ez működött. Mi volt a legértékesebb, amit találtál? Mi volt a legértékesebb? Hát most így nem tudok konkrétan, de inkább a nagy érték az volt, amikor valami kis olyan, most úgy mondom, nem műkincs, tehát olyan régi dolgot találtam, ami más az arra gondolt, hogy kacat, de hát itt igazából 5-10 000 forint nagyságú dolgokról beszélünk, mert hát most valaki oda jön, tehát nem új dolgot vesz. Tehát azért vannak olyanok is, akik találnak olyan könyveket, hogy utána beviszik, és esetleg 30-40 000 forintért adják be mondjuk egy régi könyvet, és utána bemegyünk mi naivan, és eladják 100 000. Tehát azért ilyen is van. Értem. De hát az utóbbi időben mondom, annyira eldurvult a helyzet, hogy éppen azért hagytam abban, mert féltem. Tehát annyira szervezetten működött a dolog, én például voltam olyan csapattal, hogy egy hétig tanyázott egy 9 fős buszba heten, jöttek Borsodból, és ott voltak egy hétig vagy 10 napig, lomtalanítás előtt persze, és akkor így próbálták elejét venni a dolgoknak, hogy ők legyenek az elsők, és akkor ebből mentek a különböző harcok, meg a különböző dolgok. Ugye utána behozták azt, hogy nem jelentették be előre a lomtalanítást, de hát az ilyen helyeken azért megvannak a belső emberek, és leadták az infót, úgyhogy csak azt látták, hogy a sötét busz ott parkol az utcán. Tudom, hát én mindig onnan tudom, hogy lomtalanítás van nálunk, hogy előtte egy héttel már megy a cirkálás, és kérdezem, igen, mi ez a forgalom, és igen, hogy egy igen, hét igen. Ők pontosabban tudják az önkormányzattól, hogy mikor lesz, persze. Persze, holott azt mondták, hogy ez titkos, ez nem. De ott is megvan az ember. Na mindegy, nem arról van szó, hogy például az idén is mondtam lomtalanításnál, tehát ezért is telefonáltam be, vagy írtam SMS-t, hogy találkoztam olyan szülővel, aki a saját autójával, a saját költségén gyűjtötte össze a gyerekének, az osztályának, hogy a könyveket, hogy bevigye a mélybe, és utána tudja a pénzt leadni. Tehát azért már itt tartunk, tehát itt tart az ország, tehát nem az, hogy most az ember jó kezvéből megy oda, vagy tehát érted, mire gondolok. Értem, persze. A másik az a büntetés szerintem meg inkább arról szól, hogy itt elveszek, ott meg odaadom. Tehát most ezzel a büntetéssel is azt akarják, hogy az embert megbüntetik, és akkor persze, hát itt megy a rezsicsökkentés, meg az ilyen-olyan... Jó, Ricsi, miért nem szoktunk dolgok politizálni, úgyhogy ebben nem menjünk bele. Köszi, hogy itt voltál. Én is örültem, hogy beszélhettem. Sziasztok! Hello, nem politizálunk. Viszont, akkor fordítsunk egyet a dolgon, és az alapvető üzenetem az ez lett volna, hogy most mindenki igazából egy ilyen komódon akar engem most, nem tudom, agyon szurkálni, hogy nem akarnak, csak azt akarják, hogy a komóddal együtt téged is vigyenek. Csak mondom én, hogy ebből bizonyos emberek pénzt kerestek, mert nem volt pénzük. Aha. Na most, ha te ezt megtiltod, akkor nekik ez valamennyi bevétel kiesés, amit máshonnan fognak megszerezni. Érted, hogy mit akarok mondani? Persze, tehát, hogy én ezt az egészet így akartam felvezetni, és ezt akartam elmondani, hogy nem jó, ahogy mostanság a lomtalanítás zajlik. De bizonyos köröknek, bizonyos embereknek ebből bevételük lett, olyan dologból lett bevételük, amire más embernek nincs szüksége. Tehát tulajdonképpen jó adott jónak, idézőjelesen, vitte el, adta el, keresett belőle pénzt. Ha te ezt most elveszed, és azt mondod, hogy ebből ne legyen pénz, akkor ezek az emberek nem úgy fognak gondolkodni, hogy akkor most ez nekem évente kiesett 300 000 forint, és akkor elmegyek dolgozni, vagy találok valami normális munkát, vagy megpróbálok akkor, nem tudom, beilleszkedni egy munkahelyre. Hanem ha ez nincs, akkor elveszem máshogy. Érted? Tehát az alapvető lényeg, amit én mondani akartam, az az, hogy
rossz, haszontalan dologból kerestek pénzt, ami lehet, hogy szeméttel jár, lehet, hogy maffia családok üldögélnek ott, de mégis adtunk nekik 100, 200, 300, 000, 500 000 forintot. Ha ezt elveszed, és azt mondod, hogy ez a fővárosi, ezt sem adom oda, akkor ezek az emberek nem azt mondják, hogy rendben van, látod? Géza, ezt is elvették már, ezt is büntetik. Menjünk dolgozni. Menjünk el dolgozni. Hanem akkor meg elveszik majd abból, hogy elviszik az autódat, elveszik abból, hogy több helyre törnek be, elveszik abból azt, hogy mert nem akarnak elmenni dolgozni. Értitek, hogy mit mondom? Nem legalizálhatsz valamit, de mondhatod azt, hogy rendben van, haszondalan dolgokat gyűjtenek össze, visznek el fémkereskedésbe, szelektálnak vagy rostálnak át bizonyos utcákat, veszik el azt, ami neked már nem kell, és pénzt csinálnak belőle. Igen, nem lesz? Több százezer forint kiesik, honnan fogják elvenni ezt a pénzt? És ez nem az, mert ők mostanáig nem loptak. De nem, mert nem loptak eddig. Hát eddig nem, igen, nem, nem. Rendben, hogy a környéken mindig megnőtt a besúranás. A környéken mindig akkor több autót törnek. Ezt nem tudod elkerülni, mert ilyenkor oda jönnek, ezt elviszik. Na de ez most akkor egyfajta eddig olyan bevételkiesés, amit nem lopással tulajdonítottak el. Értitek, hogy mit mondok? Tehát, hogy én erről akartam már az elején is beszélni, csak félrecsúszott, és aztán menjek egy lomtanytársa, és késeltessem meg magam, mert megérdemlem. Tehát most a dologból ez lett. Most tudtam megfogalmazni a lényeget. De az is nonsens egyébként, amit te mondasz, és nem miért? A véleményed miatt, de sarkítva, te most tényleg direkt sarkítok. Te sarkíts. Most azt mondod, kérlek, sarkíts. De most nagyon sarkítok. De annyira fogok sarkítani, hogy na, ezt figyelj, úgy sarkítok, hogy ihaj. Szóval, hogy te azt mondod tulajdonképpen, hogy addig, amíg a lomtalanításon ücsörögtek, és ott véték a kis szajréjukat, addig sem mentek máshova lopni. Nem ezt mondtam? Te ezt mondod. Most oké, ülött valaki egy hétig, ülött valaki öt napig, kupi van az utcában, anélkülük is kupi van, mert a lomtalanítás mindig úgy néz ki, mint a hányás. Kidobálnak emberek utcára nem hordott, nem használt tárgyakat, az egész utca gáz. Levédték, oké, még ha nem is került ahhoz, akinek igazán szüksége van rá, elvitték. Pénzt szereztek belőle, elköltötték, nyugton voltak. Uh-huh. Nem? De most ez rengeteg embernek, akik ebből éltek, akik erre specializálódtak, akik ehhez értettek, ez egyfajta bevételkiesés. És az ilyen típusú ember, az nem mondja azt, hogy akkor menjünk el dolgozni. Hanem azt mondja, hogy ha ez nincs, akkor levágunk több felsővezetéket, ellopunk több autót, betörünk több lakásba. Legalizálhatsz valamit, ami rossz. Érted? A szemét elhordása, széthordása, az egyéb lopások, amik ezekhez kapcsolódnak, csak azért, hogy ne törted. Én ezt értem. A kisebb baj felé? Szerintem nem, te nem legalizáltál eddig valamit, hát eddig ez értem, engedted. Engedted, de hogy most járták az autót, járták az utcát autóval, nézelődtek, rátelepedtek, mire kiraktad, már nem tudtad letenni, mert mindent elvittek. Tehát most ne nézzük annyira szürkén, mint amennyire van. Nálunk úgy zajlik a lomtartás, hogy mindent kiraksz, mire kirak, mert odaír a kukásod, nincs semmi. Tehát a kukásod őre sem megy haza. Lerakod, már kiviszik, elveszik a kezedből, elvitték. Nem érted, hogy hova fölrakja, nincs többet, elviszi. Nem látok azért bele akkora baj. Természetesen sok helyen lopnak, természetesen sok helyen betörnek, sok helyen nem tudom, veszekedések vannak, stb. De hogy nem érzem akkora gondnak. Érted? Uh-huh. És nem azt kellene inkább szabályozni mondjuk adott esetben, hogy oké, maradjon meg az a része, ami eddig is volt, mehessenek oda, vihessék el a cuccokat, de az ott tartózkodást, az oda költözést, azt, hogy ott ténylegesen késhegyig menő viták mennek szó szerint ebben azért, hogy ki legyen. Nem ezt kellene egyébként szabályozni? Tehát nem az, hogy végigmegy a rendőrautó, és akkor azt mondják, hogy gyerekek 5 perc múlva kanyarodunk, ha itt lesznek, akkor beviszünk mindenkit, vagy akkor készíthetitek a személyigazolványt, vagy ilyesmi. Mert hogy valójában ezzel van a probléma. Tehát azzal a vircsafttal, azzal a veszekedéssel, az odaköltözéssel, az odacsinálással, a sátorveréssel, a stb. Ezzel van az igazi probléma. Tehát nem ezt kellene szabályozni? Ahelyett most ki a lom, meg ki nem, meg hogy... Tehát nem? De lehet, abszolút. Mert az ott lakókat alapvetően az zavarja, hogy a saját házába, a saját kapujába, a saját lépcsőházába nem tud bemenni, azért, mert gyakorlatilag ott élnek, oda költöznek napokra ezek az emberek. De, ebben is igazad van, persze. Ezt kellene inkább szabályozni. Vagy rakjunk egy nagy kollektív tüzet, és melegedjünk együtt, vagy és egy egyszerű körbe az egész ország, legyen egy ilyen lomtanítási tűz, valahol a hősök tere, mindenki ráhordhatja a mágiára a rituális szemetét, és akkor azt ott körbeüljük, lenne egy ilyen kicsit egy ilyen kollektív tudatot fényező hatása, és ráhordod a nagy szent tűzre a te elégetni való
kis lomodat, nem? Körbeüljük, mi magyarok, és akkor megvagyunk. Egy nagy tűz, dobd be te is a közös tűzbe. Gyere merre, igaz, hogy ez két hétig égne, annyi minden izzana. Körbe táncolnánk, játékokat szereznénk rá, ott ti levágnátok két malacot. Nem, fogyna némi kis pálinka, és lenne egyében egy a tűz. Úgy érzem, megint visszamentél mezitláb az ölt mezőre. Honnan jöttem, oda értem a megszólás végén. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló! Hello, Laci! Halló, szia Laci vagyok, szia Bali, szia Feri, szia Jani. Szia, hello, Laci! Én a Janival értek különben egyet. Na. Ebben az egész utása ügyben, mert tényleg, hogy nem azt kell szabályozni szerintem a lomtanításban, hogy most kié a lom, vagy kié nem, hanem azt tényleg, hogy oda táborozik, meg szétveri, ezekkel kéne szabályozni, hogy ezekkel kell valamit csinálni, mert ezt szerintem én is szemétlenül tartom, hogy valaki oda megy szétver valamit a másnak a portálja előtt, utána meg egy napig ott csúfoskodik az ember előtt a szemétleg a lom. Én csak azt a sok tévét sajnálom, hogy azok még mind használhatók lennék, ha ki oda egy kalapáccsal betöri, kiveszi belőle azt, amit el tud adni, és ott marad a tévé. Igen, mert érdekes, hogy az egész egyébként nagyon jó, még használható. Igen, ez igazatok van, mert néha szokták mondani is, hogy jó az a tévé, ahogy kell, fogd meg, vidd el, és akkor lehet használni. Igen. Igen. Én is alba vagyok, mert ugye elhiszem, mert ugye a kis ruha, meg hogyha valamit úgy is adnak az embernek, mert ugye rokonságban is adjuk egymásnak a kis ruhát, vagy az ilyen irodástechnikai berendezéseket, mert például van egy rádióm, az nekem nem kell, de a sohavagóromnak például a garázsban még jó, autószerelés közben akkor adom neki, használjad. Igen. Hogy ebben is igazat adok a Janinak, ebben adok igazat, mert én szerintem is alaktam egy dolog, aki utána elmegy, és utána kiveszi a vasútból a akkumulátort, illetve letöri a vezetékkel is. Mert én is személy dolgot tartom, hogy ezeket kéne szabályozni. Na jó van. Játszunk egyet, jó? Az vidámam. Jó, jó. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj! Nem tudom. Várjál. Nem csinálnak semmit. Békák kurutolnak. Én is hallom. Ja, most. Aha, na most. Lesen vannak. Récére mentek. Na jó. Mutatjuk, mit énekelnek. Na 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 na. Aj, de jó is. Könnyű. Nagyon rövid volt. Lehetne még egyszer kérnem? Na 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 na. Hát volna egy tippem. Na, hát kérdezz rá, aztán maximum nem az. Nem tudom, Cher. Cher! Jó Isten, ezt hogy csináltad? Atya Isten. Hát ebből én meg nem mondtam volna itt tőle, estig nem. Akkor se. Ebből nem. Ügyes, ez nagyon ügyes. Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm. Hello Ricsi, köszönjük. Vagy bocsánat, Laci, hello Laci. Köszi. Nem lehetne a Balázs mikrofonját kikapcsolni? Na. A chemtrail nem volt elég, kérdezi Gábor. Most még ez is? 2 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra, 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 11-es út befelé teljesen halott. Írja nekünk Vili, köszi Vili. És Baros utca, van egy trafi a 4. kerületben, ezt Sityu küldte nekünk, valamint M3-as Debrecen felé tiszafüredi lehajtó előtt 8 kilométerrel mérnek, méghozzá 105-ös kilométernél, ez pedig Szilvi küldte nekünk. Itt van velünk Károly is. Hello Károly, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Tud informom lenne számotokra, illetve mindenkinek, aki a 86-oson közlekedik. Na, merre vagy? Körmendrádót között van egy szélesítési szakasz, ami körülbelül 4 kilométer. Annak a rádót szállítási vége felé történt valami, messziről csak annyi látszik, hogy elég sok kék lámpa villog. Körülbelül 2 kilométeres kocsisor Körmend irányába. A hatóság a helyzet magaslatán szokás szerint eszükbe nem jutna, hogy Körmendnél rádót irányába eltereljék a forgalmat. Ugyanis nem kerülő, szinte párhuzamos út, de nem lenne tumultus. Uh-huh. És akkor ott most nagy dugó van? Hát elég érdekes a helyzet. Mindenki dicséri a vágát, mert szakad az eső, meg a hozzátartozó ügyeskedést, hogy Körmendnél ezt nem jelzik. Holott nem hiszem, hogy két perc alatt dagadt volna fel ennyire a
Hát, igen, a hétfő kicsit mindig ilyen, nem? Nehezebben indul, picit mindenki jön, nem tudom. Szabadna fölébredni azoknak, akik ott a kék lámpával kint vannak, ott van, körmennél van egy körforgalom, hogy gyönyörűen el lehetne irányítani a forgalmat Rádót irányába, és nem lenne ez a hisztéria. Bemondtuk, hátam, csinálnak valamit. Köszi, hogy elmondtad, jó utat neked. Szívesen, sziasztok, jó. Nagyon sok hallgató jelezte, hogy a Szentendrei út Budapest irányában járhatatlan araszolás van, az Árpád hídon dugó, ami már az egyes villamos felújítása miatt állt be, tehát ez nem egy pillanatnyi állapot, ez most elég sokáig így lesz, úgyhogy ajánlják is egyébként, hogy a Megyeri hídon kellene valahogy átmenni. Igen, és akkor inkább a Váci úton bejutni. Ugyanúgy nem, várjál csak, de mondjuk a felüljárón át tudsz menni. Ott át tudsz menni, persze. Ott a kanyarodó sávot zárták le, hogyha Váciról akarsz rákanyarodni a körútra. Az most nincs. Az ott a halál. Aha. Tehát ez az is valószínűleg egy kicsit macerás, de talán könnyebb. Igen. Talán aki Szentendéről jön, valahogy próbáljon meg a Megyeri hídra rá keveredni, és akkor ott a Váci úton valahogy végigmenni, az egy picit segít, mert ez a felújítás, ez most az a szakasz az decemberig tart, de az egész Hungária, meg az egyes villamos felújítása az 2 évig. 2 évig. De meddig? 2 évig. Utána viszont nagyon szép lesz. Ha megérjük, nem? Csecse lesz. Tehát necces, ne, én majd szokott még... Szokott ezt tovább is tartani. Én majd még elmondom. Na, pénteken ugye egy érdekes aktivitása volt megint a Klassz FM-nek, a rádiónak és a Morning Show-nak, elástak minket a föld alá, és ami drága hallgatóink hosszú, mondhatni kinkeserves munkával kiástak minket. Hát melóztak nem keveset, több köbméter földet mozgattak meg. Ástak, mert tudták, hogy valahol a föld alatt ott vagyunk mi is, meg ott van az a gyönyörű autó, amit aztán meg is nyert mindenki. 6-kor lendületesen kezdtek, 7-re már nagyon elfáradtak, 8-kor holpontra került mindenki, kaptak egy kis markoló segítséget, de végül is jó hangulatú volt. Nagyon jó hangulatú volt. Sokak vágya teljesült azzal, hogy minket elástak a föld alá, csak kicsit keserédes volt ugye a sztori, mert hogy a vége mégiscsak kikerültünk onnan valahogy. Sajnos hányan reménykedtek, hogy nem jövünk. Nem maradunk, de... Valamelyikünk lennmarad, és soha többet nem jön föl. De följöttünk, az autó jó helyre ment, azt gondoljuk, és készítettünk most egy kis, hát tulajdonképpen ízelítőt, vagy összeállítást abból, hogy mi történt velünk pénteken. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. A mi ásóink már kezdik elérni. Ajaj. Ilyen, megmutatjuk, hogy mit hallunk, jó? Dörömbölj, jövök! Dörömbölj egy kicsit, Feri oda ment az autó mellé. Jó, és most kiabáljatok le, hogy itt vagyunk. Ezt halljuk itt, nagyon jó, ezt halljuk itt le. Ez azt jelenti, hogy jó helyen vagytok. Alakul a dolog. Tehát szépen, szépen nyugodtan ássatok tovább. A konténer teteje már egy kicsit kiló. Basszus, Feri beszorult. Egyébként meg semmi baj nincs, mert ha itt maradunk, vagy lemaradunk, akkor itt kógy is hazavisz, nem? Tehát van, biztos egyértem. Vagyok benne, hogy csak nehogy 9-kor megjelenjen, és elkezdjen a hajamnál fogva kitépni, hogy kiszabadítalak. Vigyázzunk arra. Átviszlek a Róna utcába, szükségünk van rá. Tudom, hogy ez felvételt, mert Janit láttam egy bankautomatánál, az előbb az egyenlegét nézegette, és nagyon kiabált a géppel. Nem tudom, ti mit láttok, de mi ez a sok zsaludeszka és betonkeverő itt fent? Júj! Rolikám, ott vagy az ásók között, valahol? Mellettük, jövök, mellettük. Itt vagyok. Egyébként azt nem tudjátok, de a srác, akit kiválasztottatok 10-nek, elmondhatom a nevét, hogy elmondom. Hogyne, mond. Úgy hívják neki a becsületes nevét, hogy Szerencsés Botond. Jó, ide, jó, és tényleg az. Bunda! Ahogy szokták mondani, in vino veritas, a név kötelező. A műveltséged. Hihetetlen, a latinom. Ugye? Így van, még mindig nagyobb penge van. Közben halljuk a kopogtatást. Rolikám, mondom neked, hogy lépjél oda az ötöskéhez, mert ha jól tudom, az ötöske volt a műtősünk, aki kiszáguldott, és közben, ha jól emlékszem, 4 gyereke van, ráadásul nincs autó. Hogy van, mi van most a műtőben, ki helyettesíti, mikorra kell bemennie, vagy ma szabad napja van-e, vagy esetleg ügyeletből szökött el egy kicsit ásni, aztán rohan vissza. Hajtok és küzdök. Mekkora volt a legnagyobb? Hát volt már 4,40 kg is. Atya Isten. Na de ekkora kis dedet. A kis volt olyan, aki szívnom kellett a fodrászt, mert akkor haja volt. Én majdnem 5 kilóval születtem, úgyhogy ez a 4,20 ez még semmi. 4,80. Valami olyan nagy amúgy 4,40 kg, de elég nagy amúgy. Igen, én tudom, én 4,80-nal érkeztem. Balázs 4,80-nal érkezett, és annyi haja volt, hogy először azt hitték, hogy csak egy szőrcsomó. Igen. És anyukám mondta, hogy meg volt lepődve, mert hogy minden gyerek ilyen 10 gram, 20 gramot szopott elsőre. Én kicsit fölcsimpaszkodtam, és egy 80-as gyorsan így beállítottam. 80 grammot elsőre. És Júlia felkiáltott, a homlok, a homlok, a
Közben ötöske reklamál, hogy sokáig feltartjuk még, mert ásna. Nem, menjen. Hajrá. Ott van valahol a heteske mondjuk? Heteske látod van? Valahol? A heteske lent van a gödör legalján. Menjél le, Roli. Persze, Roli megúszós, Roli nagyon megúszós. Elindultam lefelé a rámpán, mindjárt ott vagyok. Jó. Csak hogy még halljuk. Állam, jó Istennek, hogy fehér cipő. Figyelj, Roli, az a fehér cipő az zseni. Tehát, hogy én nem is értem, de tényleg. Érted, én stílusos vagyok, kérlek. Én így adom elő. Igen. Ketteske, kezét csókolom. Izzatnak tetszik lenni. Igen, dolgozunk rendőretlenül. Min? Lekvár főzi? Hát talán az most jobban jönne. Hány gyerek és hány unoka van a családban? Kettő gyerek és három unoka. Autó? Autó. Nekem autóm nincs, csak a családban van autó. És régóta gondolkoztál, vagy szerettél volna, vagy álmodoztál, hogy milyen hát jó lenne? Igen, mert még nekem nem volt autó, mindig csak ilyen kölcsönautók, meg ilyesmi. De jó. A unokákat beültetni hátra, igen, és egy nagy kirándulás. Igen. És hogy hívják az unokákat? Hármaska, ötöske, kettőske. Van Biankám, Krisztián és Mátékám. Ha elfáradtál, kicsit nyugodtan pihenjél, ha van itt rokon, cserélhettek. Igyekezni fogunk, hogy feljöjjetek már a felszínre, nagyon igyekszünk. Figyeljetek, kiváló a haladtok. Hármaska, elég a Dumából, tessék tolni a taligát. Hogy vagytok, hogy bírjátok? Intézünk egy kis segítséget? Hogy érzitek? Jó lenne, nagyon. Jó lenne, mindenki egy kicsit elfáradt, ugye? Nincs fáradtság, hajtás van, gyerünk gyerekek! Rolikám, adjad nekik! Itt a gödörbe, hát direkt kiadtam nekik a feladatot reggel, nem állunk meg! Állítsd le az ásást! Jó, nyugi gyerekek, stopp! Itt van mellettem az ötös számú ásóka, itt van a négyes, a hármas, a kilences, a hatos. Hirtelen megjelent mindenki. Egyébként kimondva, kimondatlanul a hatos irányít mindenkit, úgyhogy a hatoska lett itt a brigádvezető helyettes, mert a brigádvezető én vagyok. Nagyon szép bajuszod van. Na, jöhetnek a kérdések szerintem már, hogyha szeretnétek segítséget. Szeretnétek, hú, de meg vagy izzadva, négyeske. Mi történt? Süt a nap melegem? Igen. Úgy meg fognak verni, de annyira. Figyelj, hatoskát szólaltad meg, ha ő a főnök ott áll melletted? Igen, itt van velem. Ő vállalkozó, hát ő vállalkozó, neki sok embert kell irányítani, azért fogja össze őket. Elosztottuk a munkát. Hogy látod, hogy mennyi kanálnyi mennyiségre vagy segítségre lenne szükségetek? Hány kérdést szeretnétek? Attól függ, benne akartok-e maradni. Ez mondjuk ez egy nagyon szép attól egyébként. Attól függ, hogy akarsz-e autót nyerni. Dobjuk csak vissza. Hogy a viharban ez? Nekem három kulcsom van ám. Figyelj, akkor mondom, hogy nagyon fontos, mert hogy jól gondold majd meg, hogy melyik kulcsot adod oda annak, aki odajön, és azt mondja, hogy drága vállalkozó bácsi, nekem egy kulcsom sincs, adjál egyet. Mert lehet, hogy te a nyertes kulcsot fogod kiadni a kezedből, és odaadni valaki olyannak, aki nem talált még kulcsot. Úgyhogy nézd meg őket, próbáld becsukni a szemed, hívd fel a feleséged, van három kulcs, mondd be a számokat, adjon ő tippet. Nyugodtan oda mehetsz hozzá, mert lehet, hogy nálad van a nyertes kulcs. De oda kell adnod kettőt valaki másnak. Jöjjön a segítség, jó? Ha két munkás két óra alatt két köbméter földet lapátol el, akkor 10 munkás 10 óra alatt hány köbméter földet lapátol el? Óvatosan. Tehát ha két munkás két óra alatt két köbméter, akkor 10 munkás... Kicsit lassabban. Akkor még egyszer. Ha két munkás két óra alatt két köbméter földet lapátol el, akkor 10 munkás 10 óra alatt hány köbméter földet lapátol el? Egy munkás, egy óra alatt egy köbmétert. Igen, igen. 10 munkás. 10 munkás, 10 óra alatt hány köbméter földet? De másról van szó. 2 óra alatt kettő. Egy munkás. Jó. 10. Jó, csád, Roli, közvetíts. Ez jó, hogy halljuk, hogy hogy tanácskoznak. Senkinek fogalma nincs róla, hogy akkor most mi legyen. De ez a tanácskozás, ez jó, ez halljuk még, ez jó. És akkor 10 munkás 10 óra alatt. 10 óra alatt ennek az ötszörösét. 50-et, én azt mondom. Na, ott van! Júj, de király! Markoló! Jöjjön a Markoló, gyertek ki a gödörből akkor! 8-as jött, menjünk ki a gödörből. Gyertek ki a gödörből! 50-et mondhatok, jól tettétek, vagy legalábbis 8-aska ügyesen kigondolkodta. És a Markoló elindult. Szabaduljunk szépen. Ez nagy könnyítés egyébként, tehát innentől kezdve szerintem most már hát 10-15 taliga és megvagyunk. Eredetileg egyébként két ilyen Markolónk volt, de kijött Fekete Laci és azt hitte, hogy modell és hazavitte a gyereknek. Hadd játszik. Tessék belehúzni, tessék gyorsan ásni. Nem nekem kell befejezni. Ha nem megyünk ki, az egy dolog, hogy nem megyünk ki. Mert mi nagyon jól érezzük magunkat. De nem lesz autó, ha 10 óráig nincs kint az autó,
nem tud eldőlni, akkor nem lesz. Nem lesz autó, jó? A Feri már dörömből. Én kikopogtattam, visszakopogtatnak, de csak kopogtatunk. Kopog ki? Engedjétek már ki, kakilnia kell. Na, de gyorsan, mert nagyon szorít, gyere Jani. Visszakopogta? Kopogjanak vissza? Kopog vissza. Mondjad, Rolikám. Hölgyeim és uraim, az ismert világegyetem földnevű bolygójának felszínén három jövevény. Akkor kinyitjuk az ajtót, gyertek ki, befejeztük az ásást, jó? De várj, először az autó jön. Akkor először az autó. Vigyázz, mert el fognak ütni. Igen, de ahhoz is ki kell nyitni. Vagy ahhoz is ki kell nyitni. Madzang. Igen, Roli, ügyes vagy. Figyelünk. Figyelj, nyitjuk az ajtót. Hogy hívják ezt úgy? Levegő. Levegő. Nyílik az ajtó ebben a pillanatban. Ünnepélyes pillanatok, a Balázsék a felszínre törnek. Mi sajtó? Gyula segít. Gyerekek, ez már nagyon nem vicces. Mondom, hogy nem örülök, hogy végre kijutottunk, gyerekek. Istenem, kigyulladt végre! Remélem, hogy ezen a füstön át tudjuk magunkat verekedni. Mindjárt kiáll az autó, hölgyeim és uraim. Kövesd a csíkot! A csíkot kövesed, a füst van, semmit nem látok, de úgy néz ki, hogy kijutunk. Ez az, még egy kicsit. Békével jöttünk, földlakók! Nem bántunk senkit, hello! Gyugyi, kint vagyunk! Hello, nem mondom, hogy nem örülök azért, hogy kint vagyunk. Amíg benn voltunk, hogy elszaladt a technika repülőhelikopterek kamerával. Nézd, Jani, hihetetlen. Nézd más ütökötő, megfogom a gyerek. Hihetetlen, kérem szépen. Na, hát a helyzet az ugye, hogy szépen így felsorakoztatok. Négyeske, Feri, lépél is akkor oda hozzám. Igen. Ugye? Te vagy a mi tűzoltónk, ugye? Igen, igen, igen. Egy kicsit magadról, hogy honnan, hogy s miképpen érkeztél? Zécről jöttem, és Fehérváron dolgozok, a egyik cégnél létesítményi tűzoltó egységparancsnok vagyok. Oké, okay. Na kettő darab kulcs van nálad, ugye? Ha jól tudom, akkor a 8-as és a 9-es. Igen, igen. Igen. Szemét egy játék. Az de hát ekkora ez, rohadékok vagyunk. Ekkora rohadékok vagyunk, de hát ebben ez az érdekes, ugye kinek segített a szerencse találás közben. Oké, okay, akkor nézzük meg, hogy melyiket adnád oda, például a melletted helyet foglaló hármas játékosnak, hiszen ott van melletted. 9-est adom. A 9-est adod? Hú. Mit mondasz, hogy használd egészséggel, ha a tiéd, vagy találkozunk adás után, ha a tiéd? Vagy elfelezzük az autó, tiéd az eleje, egyém a vége. Ötöskének is két kulcsa van, ha jól látom. Igen, ugye? Igen, itt vagyok. Na, te vagy az, aki kiszabadultál a műtőből. Igen. Császározás közben. Igen. Négyest úgy adom oda, hogy megadom a számlaszámot. 5.149.000 forint. Gyerekek, az a durva, hogy cserélgetitek a kulcsot, ezt így látva kívülről nagyon kemény, mert hogy itt lehet, hogy éppen a nyertes kulcs talál gazdára. Oké, okay, azt mondja, hogy Attilánk, hatoska, három kulcs, ezt hogy csináltad? Igen. Ásni kellett, Balázs. Kösz, igen. Illetve aki talált kulcsot, azt ellöktett tőle. Mi legyen? Ötös van a gyerekünk születési dátuma. Ötös. Jó, tehát az ötös kulcs marad, a tízes és a kettes megy tovább. Az ötös marad nála. Ötös marad, jó. Melyiket adod az egyes játékosnak? Kihúzza. Akkor ezt kapod meg. A hetes számú játékos a kettes okay. kulcssal bír. Gyereke, így már csencselünk a kulcsokkal. Kilenceskének van még két kulcsa, nyögje ki, hogy melyik kulcstól szabadulna, és adná oda. Tízeske nem talált kulcsot? Tízeske, a helyszíni játékos nem találták. És jó, te vagy az egyetemista, ez a szakmád. Na mindegy, hagyjad. Kilences, te is megkérdezted a feleségedet, hanyasat tartjátok meg? A heteset. Hetes kulcs megmaradt, hármas a tízeskéjé. Gratulálunk. Megvagyunk. Mindenkinél egy darab kulcs van ebben a pillanatban. Minden egyes játékosnál egy darab kulcs. A kulcsokról mi sem tudjuk, hogy melyik az, amelyik nyitja az autót. Minden egyes játékos, az is, aki hármat, az is, aki kettőt húzott ki, már csak egy kulcssal rendelkezik, és mi sem tudjuk, hogy melyik az a kulcs, ami ki fogja nyitni az autót. Ez sorban, random módon mindenkinél van egy kulcs, drukkolunk, hogy nyissa. Elsőcske, egyecske, gyere akkor te elsőn. Hát remélem, ki nyitja. Nyitja? Nem. Nem nyitja. Nem nyitja. Ha köszönjük az ásást. Köszönjük szépen, mindenféle ajándékokkal halmozunk el. Megérdemel egy hatalmas tapsot 4 órán ásra. Keresztül lapától. Igen. Botot belepróbálja, nem nyitja? Nem. Jó, finoman majdnem bele is töri. Értem a lelkesedést, tehát én ezt megértem, hogy az emberek egy kicsit rácsavar, hogy hátha, de ez se. Kettecske, jó? Egy nagyon helyes kis kettecske ásott itt velünk egészen sokáig. Kata, hello, Kata. Hogy vagy? Kicsit fáradtam. Elfáradtál. Jól van. Ugye nyugdíjas vagy, érsek csanádról érkeztél, regisztráltál, régóta hallgatsz minket? Igen. Gyere, próbáld bele. Kata, mit érzel? Nem. Nem tiéd. Nem tiéd.
Még mindig nincs meg a kulcs. Meg van egy, van bent jó kulcs, ami nyitja? Vagy János, itt volt Mónika, tudtad? A nejed már régen valami autóval autózik. Sajnos már a mi nevünkön van az autó. Kata, nagyon sajnáljuk, drága vagy, köszönjük szépen, ez egy játék volt, így kell felfogni, drága vagy, köszönjük, hogy minket hallgatsz. Hát egyre izgalmasabb a dolog, mert egyre kevesebben vannak már az esélyesek. Így van, na. Hát másik vége, 9. Másik vége, másik vége. Jó, eddig. Ugráljunk, gyere. Drága jó pékünk, ugye? Igen, a hetes számú kulcs, te voltál az, aki odaadta a tízeskének a kulcsot, az nem volt jó. Tehát ha most jól döntöttél, és ez a kulcs az igazi, akkor szerencsés volt a kulcsátadás is. Gyere. Hány gyerek van a családban? Négy. Négy gyerek van, te jó Isten, pékért dolgozol, négy gyermek. Minden tiszteletem a tiéd, négy gyerek. Tudom elképzelni, mit érzel? Nyitja? Nem, sajnos nem. Sajnos nem. Sajnos nem, de egy nagy tapsot mindenképpen megérdemelsz, és azért ne felejtsük el, hogy te is találtál egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt. Jó, másik oldalról jöjjön akkor, jó, aki még nem volt, gyertek. Hármaska. Hármacska, lépjél akkor ide hozzánk. Neked is egy nagyon szép foglalkozásod van. Családgondozó. Na nézzük akkor bele, jó, megkapod a számnak megfelelő kulcsot. Jó. Nagyon drukkolom. Itt azt gondolom, egyébként minden jótok megérdemelni, tehát nincs olyan, hogy ki jobban, ki kevésbé. Nyitja? Ez se nyitja. Jani, egyre gyanúsabb vagy tényleg, tehát itt valami, ja, itt valami igen, nem stimmel. Ha végén futnom kell. Tehát négyeske adtad a hármasnak az egyik kulcsot, nem nyitotta. Hát akkor nézzük meg szerintem, hogy négyeske mit tartott meg, hogy az nyitja, ugye kettő darab kulcs volt, ebből egyet odaadtál. Gyere, ugye te tűzoltóként dolgozol, azt mondtad, ugye? Gyerekek száma. Kettő. Nagyon szép teljesítmény. És nem volt nehéz már a szabadságot kivenned, hiszen te vagy a főnök. Igen, elrendelted, hogy ne legyenek lakástüzek. Na, hát rukkolunk akkor neked is. Egyelőre nincs kulcs, ami nyitotta volna. Te cseréltél egyet, egy kulcsot megtartottál, dugd bele óvatosan, mondd, hogy mit érzel, tartjuk a mikrofont. Jó? Hoppá! Péter, Zincről! Nagyon boldog vagyok. Mondjad bele, Peti, mi van? Nem tudom. Nyertem! Kettő darab kulcs, ebből az egyiket odaadtad, és a jó kulcsot tartottad meg, pedig te cseréltél. Igen. És megtartottad a jó kulcsot. Na, hát figyelj, az a helyzet, hogy a Chevrolet Trax akkor csak rád vált, ülj bele egy kicsit, puszíld meg, simogasd meg, lehelj bele, vedd igénybe, Feri beül melléd egy kicsit, hogy milyen érzés, hogy tetszik az autó. Üzenj valamit a többi játékosnak, ha szeretnél. Nem ott vetek dolgozni. Azt hittem, azt mondtad, hogy kösz, hogy kiástát a skancot. De édes vagy. Teljesen bekorát ugrott. Na milyen? Nagyon jó. Már kipróbáltam a kereskedésbe is. Nem gondoltam, hogy ez az enyém lesz egyszer. Nagyon állat. Kár, hogy nem piros, de Igen, persze, 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 kár, persze, meg lámpa, persze, persze. Na, jó van. Az nem is van autó a családban, vagy nincs autó? Van, igen, egy 14 éves. Egy 14 éves, ó, de jó, hát akkor azt gondolom, itt mindenhova jó helyre ment volna, de nálatok is jó helyre megy. Finom, jó benne ülni? Ah, nagyon. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Még jó, hogy mondtuk, hogy mindenki menjen át a Megyeri hídon, mert ugye a Szentendrei úton és az Árpád hídon dugó van. Átmentek most a Váci úton befelé, a Tecsónál busz és személygépkocsi ütközött, a két külső sáv nem járható, tehát annak is vége, abszolút. Budapest és Budakeszi között a Szépjuhászné úton áll a sor, iszonyatosan lassan lehet haladni. És írja egy hallgató, hogy még nem tudom, hogy miért, de a Margit körút Pest irányában icipici lépésekben halad, de a déli mamut távolságot 40 perc alatt tettem meg, és hol van még a munkahelyem, kérdezi V. Reiter Ferenc utca szintén elhalálozott, alig lehet haladni, üzeni Judit, és van egy trafin Kaposvár felől Iharos berénye elején, ez a 61-es úton van. Az Árpád hídnál szálltam fel a Hévre, ahol hatalmas dugó volt, Szentendre felé tartok, és a budakalászi körforgalomnál láttam a kocsisor végét. Te jó Isten! Ez azt jelenti, hogy akik Szentendréről jönnek be, azok most lehet, hogy 2 évig, vagy 1 évig, vagy fél évig minden reggel erre számíthatnak? Így, ahogy mondod. Az nagyon kemény. Így, ahogy mondod, hogy áll a sor. Az nagyon kemény. De nagyon szép lesz, most néztem utána, új megállók lesznek, az alacsony padlós is tud majd menni, az és jó. Fű lesz a sinek között. Komolyan? Fűvesítve végig. Tényleg? Ja. És hogy szarvasmarhák is legelnek. Persze, és akkor lehúzzák a fejüket, ha jön a villamos. Az tök jó. Az állatkert egyfajta kiterjesztése. Van egy hallgatónk, aki péntek óta szerintem álmatlanul hempereg, próbál aludni, és a létező összes szót felhasználva elküldte már ugyanazt az SMS-t.
Többféleképpen a pénteki két munkás két óra alatt kérdésnek nem jó a megoldása. Az 50 köbméter nem helyes. Üdv Csaba. Aztán egy másik SMS. Emberek, a pénteki példa helyes megoldása nem 50, hanem 5 köbméter. Bocs, Csaba. A 15. SMS-t kapjuk meg tőle csak ma reggel. Hagyjuk, hogy szenvedjen még, vagy megkegyelmezel neki, Jani? Hagyjuk. Döbbenet, hogy emberek ennyi pénzt képesek ebbe beleölni. Érdeklődik a téma iránt. Van itt egy nagyon, sokadik SMS. Van egy nagyon klasszikus logikai feladat, ezt fordítottuk át egy kicsit, megírtuk át egy kicsit stílszerűbbé. Az eredeti az így hangzik, ha két indián két perc alatt két nyilat lő ki, akkor 10 indián 10 perc alatt hány nyilat lő ki? De a megfejtése ugye 50 nyíl, mivel egy indián egy nyilat két perc alatt lő ki. Ennyi. És ez lett gyakorlatilag átfordítva úgy, Ácsásra. Hogy így van, hogy két munkás két óra alatt két köbméter tás ki, akkor 10 munkás, 10 óra alatt hány köbméter táskát? Gyakorlatilag ugyanaz, mint az indiános. De akkor nem jó az, hogy ő 5-öt ír? Nem, hát 50. Szent meggyőződéssel helyre téve mindannyiunkat, nem? Csaba, akkor ez most így tiszta. Nem akarjuk, hogy erre több pénzt elköltsél. Tehát 50 köbméter a jó. Higgy nekünk, nem az 5. Jó? De azért te is örülsz neki, hogy egy tűzoltó megnyerte ezt az autót. Nem, ő nem örül, mert jogtalan volt. Igen. A segítség. Nem, ő fennakadt a megoldáson. Itt is van, ami drága tűzoltónk. Péter, hello, jó reggelt! Szevasz, hello! Na, hát a pénteki autó nyertesünk. Szia! Megbarátkoztál már a gondolattal? Próbálkozok. Na, mit szólt a család? Mit mondtak a többiek? Mit mondtak a munkahelyen? Mesélj egy kicsit. Hát nagyon örültek a munkahelyen, igazából csak telefonon beszéltem, mert hál' Istennek szabadságon vagyok csütörtökig. Sőt, de igazából folyamatosan csörgött a telefon, SMS, Facebook, minden, úgyhogy mindenki gratulált, örült, én is. És már az ásás előtt kivettél Szabit, vagy pénteken, amikor autótulajdonos lettél, akkor az a szóltál, hogy bocs gyerekek, most nem, pénteki nem. Tervezett szabadság volt, úgyhogy. Tervezett Szabi. Mit mondtak, mikor kapott meg az autót? Beszéltetek erről? Igen, elméletileg nagyjából még egy olyan hónap, mire papírozások meg lesznek. Aha. De majd tartjuk a kapcsolatot. Egy hónap múlva már akkor beülhetsz. Akkor már biztos. Na. Volt olyan, aki gratulált, mint már régóta nem beszéltetek a családból, és fölhívott, hogy hallott téged, rácsörgött egy olyan rokon, aki... Kölcsönkért az autót. Igen, vagy olyan, aki már azt mondta, hogy figyelj már, ha eladod, akkor legyen már valami, adjál már kicsit pénz belőle. Hallod, mennénk horgászni. nem volt a kölcsönkérések? De, már mindenki bejelentkezett, hogy ugye, mehetünk egy kört, mondom, majd persze. Tényleg? Már néhányan jelentkeztek az autóra? Persze. De jó. Kollégák, úgyhogy. De no. Nem kapják meg nyilván, ugye? Nem. Párod mit szólt? Nagyon örült neki. Hála Istennek, nem néztem hátra, mert ő pont a 9-es mondta volna, hogy tartsuk meg, úgyhogy. Hú, de kemény. A 9-es kulcsra gondolt, hogy tartsátok meg, hogy az a nyerő? Igen, úgyhogy mondta is, hogy jó, hogy nem néztem hátra. És hogy jött ez, hogy te azt tartsd meg? Tehát, hogy milyen sugallat volt? Mert ugye a párod pont a másikat, éreztél valamit, vagy te egyszerűen csak... Igazából semmit, csak úgy adtam. Nem gondolkodtam semmit, csak úgy fogtam és odaadtam. Uh-huh. Milyen rangban vagy a tűzoltóságnál egyébként? Ez egy létesítmény tűzoltóság, itt ugye egységparancsnokként dolgozom. Egységparancsnok úr, így kellett volna szólítsuk. Egységparancsnok úr. Az minek felel meg, dandártábornoknak egyébként? Nem. Adott szolgálatban én vagyok a kárhelyparancsnok. Na jó, hát akkor csak egy pillanatra még így felhívtunk, hogy mi a helyzet veled, meg hogy vagy, meg hogy felfogta, de már nagyon-nagyon gratulálunk. Szerintünk nagyon jó helyre megy, ismerve téged. Már hogy egy kicsit jobban megismerve. Jó egészséget kívánunk, meg sok boldogságot az autóhoz, Péter, még egyszer. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bekerültél. Figyelj, a többiek arcán mennyire volt őszinte most, amikor oda jöttek gratulálni, 4 órásás után? Láttad valaki azt? Szerintem fáradtak voltak. Aha. De örültek ők mély jellegből. Örültek, ugye? Egy csapat voltunk, úgyhogy. Az igaz. Igen, csak te jártál a legjobban. Oké, okay. Na használtuk egészséggel a kocsit. Köszi, Péter. Jó, nagyon szépen köszönöm. Kék szirénát nem ám kapcsolgatni. Igen. Hello. Ciao. Hello. Van egy trafink a Mester utcában. Bátran mérnek, ez Tibi üzent ebben a pillanatban, úgyhogy ott is mindenki lassítson. Azt mondják, hogy nem jó az ásós megoldás, mert 26,2 gallon. Ez a jó megoldás. Norbi üzente nekünk. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Dénes! Dénes vagyok, igen. Nagyon jó. Remek.
Már mi, hogy Dénes vagy az? Vagy mi? Az is meg, hogy tudjátok a nevem, fantasztikus, jól van. Hát... Nem, hát gondolom megmondtam, igen. Így könnyű, jól van. Na hajrá! Aja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 j Dénes, honnan jössz minket? Jelenleg Duna Bogdány felé félúton. Mit csinálsz arra felé? Utazom. Hobbi utas vagy Duna Bogdányban? Nem, menő utas. És oda tartok, úgyhogy Duna Bogdánynak rettegjetek. Megelőzni. És mit dolgozol, hogy mit csinálsz? Területi képviselő vagyok. Területi hát ez nagyon lemondó volt, Balázs. Ne, de hogy is, örültünk neki. Persze, most ne legyél paranoiás, nem akarok én rólad lemondani. Milyen cég, most nem konkrétan, hanem milyen... Egy svéd cég. Egy svéd cégnek, vagy a területi képviselője. Aha. És nem adnak autót, tömegközlekedned kell? Nem, hát autóval utazom. Ja, autóval mész, ja, azt hittem, hogy valahol áldogasz. Ez nem volt kérdés. Uh-huh. Saját, vagy adtak autót? Adtak autót. Másképpen se vállaltam volna a munkát. Hát területi képviselőnek kell autó. Jól van, Dénes, hogy telt a hétvégén? Nagyon jól telt, örültem, hogy jó helyre került az autó. Ezúttal is gratulálok Péternek. Szerintem is nagyon jó helyre sikerült oda juttatni. És egész hétvégén ezen gondolkoztál? Nem ismerem a Pétert, úgyhogy nagyon örültem neki. Hogy sikerült neki. Már hogy gratulálok. Talán hallgatja. Már hogy ismered? Hogy ismered? Találkoztam már vele. Jött oltani hozzátok? Vagy ismerős? Persze, pont amikor úton volt, ugye amikor regisztrált, akkor hozzánk tartott. Rá is öröktem, mi van, hát itt még mindig tűz van. Mondta, hogy a klasszefem egy játék lesz, aztán muszáj bemenni Esztergomba az autókereskedésbe. Aha! Ez most az idő lenne, még ezt kibokoznám ezt a sztori. Persze, szerintem picit sokat szívsz, de nincs üzemben. De így civilben nem vagytok, akkor kapcsolatban egymással nem vagy barát, vagy rokon, vagy ilyesmi. Ja nem. Ja, jó. Hanem attól nagyon messze van, de barátok biztos nem vagyunk. Hogy vett a te svéd cégettől egy, mit tudom, egy cseppet, csavart, vagy adtál neki egy masszást. Igen, többféle hát svéd dolog lehet, igen. Gyerekek, én ezt az egész sztorit nem értem, hogy ő ismeri a nyertest, aki hozzájuk ment, de hogy ő valami, nincs ebben ennyi. Nem? Engedjük el. Szerintem is. Játszunk. Ebben a pillanatban teremtettek minket, az összes emlékünkkel együtt hagyjuk. Mehetünk? Hajrá! Hajtsaljuk a kérdést, legalább az elsőt. Jó, én is erre gondoltam. Dedikált nyakbalkasztó, hogy így szól a kérdés. Melyik filmen játszott együtt Liv Tyler, Bruce Willis és Ben Affleck? Az Armageddon? Bizonyám. Na, mehetünk tovább? Jöjjön még a második kérdés mindenképp. Így szól az második kérdés. Melyik a világ legnagyobb területi országa? Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz? Jani dicsérd. Gratulálok, Jani. Köszönöm szépen. Na, most ez nehéz, vagy ezzel most baj van, vagy mi a baj? Gondolkodom. Hát milyen országok jönnek szóba? Hát dél-amerikai. Na mondj egyet. Már nem dél-amerikait, hanem ami a tipped. De mondhatsz dél-amerikait is, vagy ne. Ha. Na, lejár az idő. Amerikai Egyesült Államok. Nem. Egyiptom? Nem. Egyiptom. Kína. Mi? Se. Oroszország. Oroszország. Oroszország 17 millió négyzetkilométer, plusz a kis apró. Úgy képzeld, hogy hát például egy mondjuk a Brazíliát, meg mondjuk az USA-t, vagy USA-nak a területét össze kellene adni ahhoz, hogy kijöjjön. Vagy mondjuk nem, inkább Brazília, meg Ausztrália. Borzalmasan nagy ország. Még így is, hogy lekoptak róla egy csomóan. Igen. Fantasztikus játék volt! Köszönöm szépen, hát valóban nem volt hosszú, Balázs, azért tisztának, ha üzenhetnék, hogy nagyon kedvelem. Jó. Kedvelem. És nem lesz dedikált nyakbalkasztója, marad az, ami van neki simán. Oké, Dénes, köszi. További jó munkát. Ciao, hello. Nekem, sziasztok. Ez volt a Hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Szerettem, jó. Tessék? Jó volt ez az arc.
Igen? Nem értettem, hogy hol van, mit csinál, de nekem tetszett. Semmit. Mielőtt bárki megírná, hogy miért nincs boom, most már akkor ezt is tegyük, nem szokott. Ilyenkor. Meg, hogy egyébként 17.098.000 négyzetkilométer, mert egyébként annyi. Igen, kicsit kerekítettél. Na. És boom, csak a harmadik kérdés után van. Na, viszont a Petink elmaradt ugye pénteken. Nálunk volt otthon. Mi, Peti? Fáradtok voltatok hozzá? Ja, Peti! Ja. Én fáradt voltam egy jó pettinghez. Péntek este már, de hihetetlen. Tudom, hogy te minél többet dolgozol, annál jobban ki kell engeded magadból a stresszt. Nem, Petire gondoltam, ugye pénteken elmaradt. Nem azt mondom, hogy reklamál, de azért SMS-ben finoman jelezte, hogy nem ért egyet a történésekkel, hiszen igen, neki ott rovata van. Mondom, Peti, nála úgy, hát volt ott most egy kicsit fontosabb dolog is, át kellett adnunk egy autót, de ő írt, készült, úgyhogy megmutatjuk. Gondolj bele, Peti, hogy azok, akik viszont nem szeretik a rovatodat, és pénteken elkapcsolnak olyankor, azok most bele fognak futni. Akarva akaratlanul is. Ugye? Tehát új embereket szerzel magadnak. És ők most végighallgatták a pénteki adást, és rájöttek, hogy akkor is jók vagyunk. Igen. 4 perc, a pontosan 9 óra az elmaradt Peti hetesen jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Hidegkúti úton is áll a sor, kb. 3 km hosszú, oka a hűvösvölgyi elágazástól csinálják a buszsávot. Aztán Trafia 6-os úton Kakasd és Bonyhád között, ráadásul kettő is van, valamint az Egér úton kifelé pont most történt egy baleset, biztos, hogy dugó lesz, üzeni nekünk Manka. M0-áson Halásztelek és a 6-os úti lejáró között a hídon a belső sávban egy kék műanyag hordó hever az úton, üzeni nekünk Brigi. Köszönjük szépen, és itt van még egy hallgatónk, Kinga. Hello Kinga, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Te honnan, hova próbálsz eljutni vagy bejutni? Én reggel 7 órakor indultam el Pácsról, elvittem a gyerekeket Hidegkútra, és Hidegkútról 35-40 perc alatt sikerült kiérnem, mert hogy újítják fel a 61-es villamos vonalát, és lezárták a Hűvösvölgyi út két sávjából az egyiket, és ezért csak egy sávon lehet bejutni, tehát Hidegkútról kijutni ez egy 35-40 perc plusz. Atya is. Még nem érkeztem meg a munkahelyemre, 7 órakor indultam el, talán olyan fél tíz előtt pár percebe is érek. Na, 2:10 perce mész. Szép. Igen. Az egy Budapest, Törökország, Antalya géppel. Igen. Vagy kim vagy Párizsba is. Mondjuk. Mennyire durva, nem? Igen, csak ez most egy hónapig fog tartani, tehát most a következő egy hónapban minden. Én még úgy látom, hogy jobb helyzetben vagyok, mint azok, akik az egyes villamos vonalán közlekednek. Következő igen, hát az most 2 év lesz. Igen, én nekem csak egy hónap. Az most 2 év lesz. Na, kitartás neked, akkor jó utat. Köszönöm, sziasztok. Köszi, hello. Útinfo, M5-137-es kilométerén egy személyautó lement a pálya mellé, torlódás nincs, sárgák, rendőrök elemzik a helyzetet, ezt a tréleres Tibi küldte nekünk, és Albert Irsa, 405-ös út, román kisbusz az Árokban, rendőr kint, egy sáv járható, nem tudom meddig engedik ezt a román álmokfutást, elkeserítő, írja Mikey. A Váci úton a Tesco-nál a centrum irányába hatalmas torlódás van, ez is jött, ugye ott is valami baleset van, mert sokan próbálnak átjutni a Megyeri hídon, Árpád híd, Erzsébet híd, Szabadság híd járhatatlan. Én értem az útfelújítást, meg szükség is van rá, meg kell, meg ezt senki nem vitatja, de nem sok? Most ha a hídakat nézzük. Már hogy mi sok? Hát, hogy az... hogy ezek állnak, de az sok. Tehát, hogy az Erzsébet híd az ugye konkrétan használhatatlan, az Árpád hídnak a végén már elkezdtek a munkálatok, ott is csinálják, azért ennyi hídból ennyit elvenni, az sok így egyszer egy picit, nem? És hiába mész hát a másikra, ugye mivel mindenki átment oda, ezért az Isten. Ott is dugó van. Na mindegy. Megvan, hogyha 5 óra alatt, te még mindig ezen vagy? Vagy nem? Nem. Hogyha 5 munkába menő ember 5 óra alatt 50 percet kér. Akkor 15 munkába menő ember, igen. Na jó. Nem, azon gondolkodtam, az előbb írt az egyik kedves hallgató, meg is köszöntük neki az SMS-ét, Manka, hogy így beugrott, hogy nekem ódáskoromban mennyire bejött Rumcás csaja. Rumcás csaja mennyire bejött? Manka. Nekem bejött. Tényleg? Nekem bejött. Pici voltam még. Elbújtál volna más vele? Más dolgok érdekeltek. Hatalmas, nagy, bogjaszerű szoknyája volt. Bebújtam volna. De... Tehát egy rondán megrajzolt. Ronda. Igen. Kifejezetten kicsit, ronda. Ilyen, igen, ilyen... Kicsit egydimenziós Manka, volt, de valahogy hogy lenne bejött. Már ronda? Most már rákeresek. Cukika volt. Cuki volt. Én is úgy emlékszem. És erre gerjedtél? Persze, arra gondoltam, hogy bejön neki az a nagy, szőrös ember, ez a Rumcás. Azzal a fura orru pisztolyjal. Hát ilyen kis faros volt, ahogy hát, nézem. Hát, kis helyeske. És meddig volt ez a perverziód?
Hát, még egyszer rajta nem kaptak fel a sót. És ellenvették az összes manka képet. Meg anyád rád nem nyitott, hogy éppen mondott, hogy manka, manka, manka. Igen. Volt ilyen? Igen? Rendesen mankáztál? Manka, 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 manka. Igen. Hát jobb, mint hogyha rumcajsz, rumcajsz, rumcajsz aztán volna. Hát, egyébként igen, szülő ennek örüljön. Csibiszke, csibiszke. Nem. Az atya fűszentvek. Igen. Még mindig jobb, mert bolka, bolka, bolka. Igen? Té. Annál sokkal jobb. Na, Peti helyettesünk elmaradt pénteken, bepótoljuk, hogy senki nem maradjon le róla. Jó? Kokainnal bélelt történelemkönyvet találtak a reptéren. A csomag postájut Argentinából, egy magyarországi címzetnek 3,5 millió forintnyi kábítószer volt a borítóba rejtve. És ezt a pénzügyőrök találták meg a Liszt Ferenc repülőtéren. A küldemény a reptér postaforgalmán keresztül Argentinából egy magyarországi címzeknek érkezett. A csomag átvilágításakor tűnt fel a pénzügyőröknek, hogy egy szokatlan anyag nyomai is láthatóak voltak, így a csomagot alaposabban is megvizsgálták, és kiderült, hogy néhány iskolai felszerelés mellett tartalmazott egy történelemkönyvet is, amelynek mindkét oldali borítójába ragasztva 300 g nagy tisztaságú kokain találtak a pénzügyőrök. Ennek a fekete piaci értéke közel 3,5 millió forint. Ilyenkor kijelenteztek feljelentést, aki kapja, vagy aki küldi? Is. Mindenki? Biztos. Tehát ha nekem van egy argentin rokonom, aki egyébként csak boldog karácsonyt akar kívánni, elküldi a törikönyvet, és én nem tudok arról, hogy ő beletette ezt a kokaint, és azt mondja, hogy egészségedre. Mi ezt rákcsáljuk, vagy ezt így ez hogy van a tudásba. Bizony. És hát nyilván rögtön kiszúrták a fináncok. Nézd csak, történelemkönyv. Az első ópium háború. Gyanús. Nagyon gyanús. De egyébként ez, mert ez azért 229 gram, ez kereskedelmi forgalma elég kevés. Nem tudom. Hát ott ilyen grammokat, egy grammokat vesznek, nem? Ötöt. Hát kinek mennyi pénz van, ki mennyire akar. Hát 1 gram, 5 gram persze, meg ki mennyire erős fogyasztó. Nem csak arra gondolok, hogy ez valami családi szál lehet ilyenkor? Uh-huh. Mert ugye itt nem arról van szó, hogy több kilónyi, ami már egy jelentősebb mértékegység, ha azt nézzük, hogy mennyi érkezett. De néhány gram, most a 229 gram, az se egy nagy érték. Hogy ezt valaki, egy külföldi rokon, vagy egy külföldi családtag, ezt elküldi? Vagy ez hogy van? Ki küldi kinek? Lehet, hogy ez volt a csali. Ja, és akkor a történelemkönyv lebukott. A történelemkönyv lebukott, és a nagy szállítmány meg átcsúszott közben. Ez volt a ládafia, ez volt a szuvenír, érte? Hát most ő nem arra költött, mire más. Nem desszertet hozott, meg mit tudom, ilyen faragott fakanalat, meg hogy hívják okat, képeslapokat, ő ezt küldte. Tudta, hogy ennek örülnek. 300 gram kokain. Na, meghallgatjuk, hogy Peti mit éneket erről. Fő, de jó az anyag, a töri könyv, mehát leülnek a hősök, és adják körbe Kossuth Lajos. Azt üzente még egy sluk, és aztán tente Árpád vezér egy hágón üget, keresi, hogy hol talál minél több füvet. Julianus barát megbevet annyi speedet, hogy mire kitisztult magna Hungáriában ébredt. Dobó István nem csoda, hogy hős volt, a törökök felszívták az összes lőport. Dózsa vihogva áll neki sülni, Dugovics így szól, nézd, tudok repülni! Kolumbusz meg már olyan káva, hogy véletlenül eljut Amerikába. Julius Cézár, látom, te már Brutusna bökjél meg, hogy nem álmodom, Brutus. Figyelj már, te Hektor, ez a nyelv alá való. Azt a de jó a cucc, mi az ott egy faló? Mindenki beszív, a harcnak vége, kitör a világ béke. Kell egy brász a töri könyvben minden, és végre peace és love lesz. Ájé, kell egy bláz a töri könyvben mindenkinek, és végre peace és love lesz. Ájé, Peti! Medve térdve egy alaszkai csehóba, különleges vendége volt egy alaszkai kocsmának a napokban, egy fekete medve sétált be a bár ajtaján. Nagy volt az ijegység. Ez jött, elment. Nem is hívott semmit. Nem, azért volt nagy az ijegység, mert nem nyomta le a kilincset, és úgy jött be az ajtó. Ugye. Azt mondja a cikk írója, hogy a pultos rákiabált, hogy azonnal menjen ki.
az első sok miatt hirtelen nem jutott jobb eszébe. És rákiabált. Medve, menjen ki! Medve, menj ki te! Most! Mindenki azt hitte, hogy a bártulajdonos megbolondult, aztán kiderült, hogy mégis jól cselekedett, bár bármilyen meglepő, a medve fogta magát és kihátrált. Azóta is rejtély az alaszkai hotelben, hogy miért volt egy jól nevelt a mackó. Azt mondják a szemtanúk, amikor már belépett az ajtón, akkor is olyan laza volt, mintha valóban csak egy sörért ugrott volna be. Na, mekkora egy fekete medve, az melyik? Nem tudom. Hát ez picit sötétebb, mint a szürke. Jó, ha na jó, oké. Te blöv király. Csak körülbelül kicsi, nagy, körülbelül ekkora egy fekete medve. Nagy? Hát biztos van, vagy 200 kiló, nem? Nagyon nagy. Nagyon na jó, hagyjuk a blöffet, jó, semmi fogalmatok nincs. Hát sokkal nagyobb például. Legutóbbi, akivel én együtt ittam itt kocsmában, az 200 kilós. Én most ciki azt mondani, hogy nem tudom. De megvan egyébként a felvétel, mert megnézem. Megvan? Megvan, igen, ez egy alaszkai hotel és egy alaszkai bár egyszerre. Hát ez nem olyan, aminek mondjátok. Nem. Nagyobb? Ez egy rohadt nagy medve. Ja. Ez a fekete medve, ez egy nagyon nagy medve. Besétál az ajtón, ember nem ült a bárba egyébként. És a hangot nem lehet hallani, rákiabál az ember, aki itt van alul, és a medve kisétál, de ez egy nagy. Tehát ez egy jeges medve, méretű medve. Kicsit kisebb, nem akarom, mint egy jeges medve, de ez nem ilyen botszerű. Akkor 300. Mi van? Ott nézd meg, figyeld, ott jön. Hát most már. Ott jön hátul. Azért az nem kicsi. Az nem kicsi medve. Hoppá. De a pultosnak volt lélek jelenléte. Nem, ugyan fáradjon ki rá. Tehát az szép legyen, és fáradjon ki rá ordított. Oké, na Peti ezt is megénekelte, tetszett neki a hír, úgyhogy megnézzük, mit énekel erről. Egy napon, mikor iszi mackónak, semmi piája nem akadt. A szomszédban meg az orra előtt szállt be, épp a lerakadt. Elment tehát malackához, hát ha nála még lesz. Félúton már elkapta őt a delirium trémes. Adjál már egy üveg mézbort, ne légy kenyom malacka. De ha az nincs, meghívhatnál egy keveltre vagy barackra. De a részek disznaja már az összes palackot kiitta. Hát iszi mackó, nyuszi hosszalatt, szenvedve sikítva. Nyuszikának a kis kertjében megterem minden földi jó. Szilva barack, meggyész szőlő, málna meg zöldi jó. De elkövette az élete leges legnagyobb hibáját. Pálinka helye, befőttek főzté, nyuszi az anyád, erre tanított. A városi kocsma maradt az utolsó esélye. Hát beviharzott, mert már nagyon borzott a veséje. A kocsmáros ráüvöltött, itt nem iszik, ha nincs zsetonja. Hát kiázsított egy csupor mézet hangosan a betonra. Minél inkább nem iszok, annál inkább remegek. Minél inkább remegek, annál inkább bemegyek. Adjatok egy viszkit, hit-kit, vagy kiverem a hisztit. Adjatok egy vodkát, adok érte bundát. Peti! Jó volt ez. Ez helyes volt. Megnéztem a videó felvételt, hát ez nagyon gyorsan történt ez az egész esemény, mert hogy a maci csak bemegy, egyet néz körbe, és már így megy is kifelé. Tehát valószínűleg tényleg a bártulajdonos csak annyit mondott rá, ugye, hogy körül törögetett közben egy poharat, úgy mondta, hogy záramban vagyunk. És kizavarta a medvét, igen. De helyes volt, látszik a videódon, hogy bejön, kicsit körbenézott, valószínűleg ráordítanak is, és ki is ment egyből. Na, hát majd picit szomorúak kellene, hogy legyünk, mert hogy egy 175 éves történet ugye lezárul, és bezár a Vidámpark, gyerekek, amit azért most már az utóbbi években barokkos túlzás volt Vidámparknak hívni, ugye? A múzeum, vagy skanzen, tehát bármi más szó sokkal jobb lett volna rá, mint hogy Vidámpark. Hát bementél ott, egy sírógörcse jöttél ki. Sok értelme már nem volt fenntartani. De hogy ma van még egy nap, és vége. Én szeretem, hogy hétvégén kilométeres sorok álltak, mindenki elment még egy utolsót így gyönyörködni az őszi Vidámparkban. De bezár, és egészen jó dolgok kerülnek a helyére. Megnéztem ilyen különböző látványterveket, és
szép lesz. Tehát lesz például egy Pannon Park nevezetű ilyen kis, hát ilyen Pannon ősvilág kap majd helyet, ahol az ősvadon elnevezésű csarnokot is megépítik. Európa legnagyobb biodómja lesz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen fedett helység lesz, 40 méter belmagasság, szubtrópusi csarnok, állatokkal, növényekkel, kalandparkkal, bizony, tengeri akváriummal, hozzácsatlakozó mesevárral, magyar majorral, madárkórházzal. Tehát jó dolog lesz a helyén. A látványtervek azok zseniálisak, azokat néztétek? És hogy építik, igen, a Dodge-met ebbe? A Dodge-em is egyébként megmarad valamilyen formában, mert hogy a Dodge-emnek a tetőszerkezetét ezt meg kell tartaniuk, mert az a védettség alatt áll. Mert az beszton a tetőt, és nem lehet elmondani. Mindenki meghal hozzányúlnak, úgyhogy nem mernek hozzányúlni, inkább azt mondták, hogy a Dodge-emet meg kell, azt meg kell hagyni. Erre a kalandparkra nagyon kíváncsi leszek. Vagy egy fejlett kalandpark. Remélem, hogy nem csak egy ilyen tessék-lássék módon ilyen kis jelzés érték összerakott kis történet, hanem valami komolyabb is lesz, mert akkor én biztos, hogy ki fogom próbálni. Ugrászott majd a liánokon? Hát ha olyan jellegű. Egyébként igen. Ez szerintem tök jó ötlet. Semmi nincs már, amihez ragaszkodnék a vidámparkban, nem? Nem, tehát már, semmi. Ne kezdjük el ezt megint. Én örülök, hogy ennek vége. Hogy ez a fejezet, a hordó is megmarad. A hordó? Megmarad a hordó. Hát az egy magyar sajátosság, a hordó. Olyan jó, olyan mondom, két hete voltunk. Azt tudom, azt mesélted, imádták. Igen. Imádták, és egy kicsit én is. Persze, az ember szereti, de hát az utóbbi évekből azért olyan sok élményed már nem volt a vidámparkból. Tehát ott valami jó és hasznos dolog jön létre, akkor az szebb, nem? Nem láttátok a látványterveket? De. Nézted? De. Ennek a bizonyos bio... Dóm. Igen, a biodómnak a terveit azt láttam, az nagyon érdekes, az a marha izgalmas dolog lett, az nagyon tetszik. És akkor hogy lesz, hogy néhány állat, egy-két játék, megint egy-két állat, megint egy-két játék? Igen, mész egy kört a hullámvasúton, aztán megnézed a medvéket. Picit olyan jellegű lesz szerintem, mint amilyen a nyíregyházi zöld piramis. Az is szenzációs. Tehát, hogy egy teljesen zárt részlet, hogy saját kis mikroklímával, rengeteg élő növényel, állattal, fantasztikus. De ott például rá lehet menni egy üvegtetőn az elefántház fölé. Uh-huh. És hát szenzációs. Olyan perspektívából látod az elefántokat, amilyenből egyébként egyáltalán nem szoktad. Nagyon hangulatos. Fölülről tudod megnézni az elefántokat? Igen. Igen? Szenzációs. Azt nem is tudtam. Na, akkor itt van... pedig a mesecsónakba, ugye, ami a hullámvasút alatt megy, lehet krokodilt tartani. És akkor a hullámvasútról fölülről nézed a krokikat. Na? Az jó. És ez a hullámvasút, ez menni fog még? Nagyon remélem, mert az viszont óriási. Ott izgulsz, hogy mi van, omlik-e vagy se. Igen, de az adrenalin értéket inkább az adja, hogy túléled, vagy nem éled túl. És akkor ez hogy lehetett, hogy az állatkertben már kicsit örültek annak, hogy így elvérzik a vidámpark? Hát ők akkor most ugye tulajdonképpen, hát nem... Hmm. Tehát ez az állatkertek nagyon jó. Persze, lesz nem? Hely az áll. Hanga minden nap ott a kerítésnél. És nézd, hogy megint kevesen van. Lehet, hogy már a hanga hónapok óta konspirált a háttérben, és küldött oda állatkertes alkalmazottak, hogy be van már zárva, nem érdemes, hagyja csak itt a... inkább menjenek át az állat. Nézzék meg az elefántokat. De miért nem sütött el a vidámpark, amit most elsüt? Amiről beszéltünk korra reggel. Hmm. Hogy ezt így mindenébe kioszták volna, hogy most az utolsó, nem? Bezárunk. Hát látogatottsági rekordok dőltek most meg az elmúlt napokban. Hát azt mindenébe egyszer elsüti a vidámpark. Állítólag ez alatt az egy hét alatt, nem is tudom, annyian mentek, mint egész évben, vagy két év alatt. Tehát valamilyen döbbenetes számokat produkáltak most az emberek, hogy elmentek. De hogy hát a vidámpark PR ügynöksége már nem működött túl jól, nem? Ezt kellett volna behúzni minden évben. Igen. Azt mondja, hogy rohamosan csökkent, és 2007 óta szinte megfeleződött az érdeklődők száma, és 2010-ben már az intézmény csődben volt, míg az állatkert az baromi jól működött, és hihetetlen sokan látogatták. Úgyhogy ez mindenképpen jó. Mikorra mondják ezeket az átalakításokat? Hát évek? Ez igen. Nem lesz rövid. Igen? Ez nem egy rövid dolog. Sajnos. Mikor voltatok utoljára vidámparkba? Hát vidámpark iszonyú régen. Voltunk a virággal, de szerintem legalább egy 5-6 éve. Akkor még olcsó volt, nem kell sok mindenre fölülnie, nem? Már enkin megvártam őket. Nem, a virág várt meg kint. Felettük az anyjával. Na, apa megy egy kör, várjál itt. Lekötöttétek egy ilyen pórázzal a tekerőajtóhoz, a kiáratán, és neki, nagyon jó virág, maradj itt, mindjárt jövünk. Hullámvasútasztatok egyet, és jöttetek. Rettenetesen félt. Hát, hogy a szellemvasútban. Bevitted a szellemvasútban? Persze. 5-6 évvel ezelőtt 5 éves volt, ugye? Hmm. Körülbelül 6 éves. Na, igazából azért félt, mert kiraktuk egy helyen. Vele, ez még a viharvasút? Ja, nem, a viharvasút elő van, a szellemvasút van hátul. A szellemvasút, ez tényleg jobb. Egyébként kicsit izgalmasabb.
Hát én amit nagyon szeretem, ezért ez most így barokkos túlzás, hogy izgalmas. Igen, hát izgalmasabb, mert ott már több elrohadt csavart láttam. Nyilván nem. De például én a Városliget Ájt, azt nagyon szerettem, az óriás kereket. Tehát, hogy ez nekem marhára bejött. Városliget Áj. Jani, az is hogy néz már ki? Az jó. De gyerekek, hát hogy néz Budára. Ki? Hát egy ilyen rozsdás, ilyen vasból készült, ilyen rosszul pont lefestett, ilyen ütött, kopott, szörnyű. Tehát azért láttatok már nagy óriás kereket, amit csak akár most itt az Erzsébet téren felállítottak, vagy hát sem akarom a London Eye-t, vagy számos nagyváros, számos nagy óriás kereket. Hogy, tehát azért ez egy kicsit azért örülsz, mert hogy jaj, persze. A zárt kabinos, ez nyitott kabinos. Két ilyen lánc fogja a kis testedet. Nagyon azért izgalmas. De hát azért az lehet szép, meg lehet ízléses, az se nem szép, se nem izgalmas. Mi izgalmas az, hogy mikor omlik össze? Kopott, leázott róla a festék, rozsdás, nyikorog, ez szörnyű. Az is megmarad? Egy ideig, aztán azt elbontják. Amíg el nem dől, mondjuk a kőszáli kecskék. Valami majom oda megy gyorsan, meghajtja, majd megkapják a majmok, kicsit így ugrálnak rajta, aztán kész, az is eldől. Azt sajnálom. De miért sajnálod? Hát fel lehet oda húzni valami szebbet vagy jobbat. Mit de sajnálsz egy alacsony, rozsdás kopott valami? Nem mondjátok, hogy egyébként érzelmileg tényleg ragaszkodtok el. Ez nem alacsony, összekevered a hordóval. Nem, azért az megtudom. Fura dolgokhoz tudtok kötni. Miért? Jó. A hinta és a körhinta az is nagyon szép. Zseniális. Hát a körhinta meg annak hagyománya van a régi műemlékvédelem alatt. Tehát persze, hát ezeket megértem, de hát egy ilyen koszlott, nem tudom, óriás kerék, mit tudtok ezért így ragadni. Festik majd, és akkor szép lesz. Na mindegy, ez egy jó dolog lesz, úgyhogy, úgyhogy jó. Meddig lehet? Ma még éjfélig, vagy ma estig lehet még kimenni? Mondanám, hogy menjünk ki együtt, de hát veletek alatt programot szervezni, egy síelést tervezünk 3 éve. Mehetünk. Hova? Síelni is, meg a Vidámparkba. Tükörszoba megvan még? Persze. Igen? Persze. Csak már nem látsz semmit, mert bemattultak a tükör. Tényleg? Ott egy kicsit ott nehezen értelmezték a gyerekek, mert mondtam, hogy nagyon jó lesz, ugye ez az elvarázsolt kastély emeletén van, ott van a kidobószék alul, a leszakadó lépcső fölmész, és mondtam, hogy ez most nagyon jó lesz, apa vékony lesz végre, meglátjátok, hogy milyen, amikor apátok nátszál. Nem láttak semmit, mert a vékonyító tükör, tudod, van vékonyító, vastagító, fordító tükör, picit már bemattultak szegények. Még ugye, én arra emlékszem, amikor még ez egy külön rész volt, ott a hullámvasúttal szembe volt a tükörszoba, oda be tudtál menni, és akkor ott az ott egy idő. Ez elvarázsolt kastély volt. Nem, a hullámvasút mellett volt az elvarázsolt kastély, szembeálltál a hullámvasúttal, balra volt az elvarázsolt kastély, de ha a hullámvasúttal szembeálltál, akkor mögötted volt a tükörszoba, ami nem az elvarázsolt kastély része volt, hanem ez egy külön álló tükörszoba, 100 forint, tükör labirintus. Bementél, és semmi más nem láttam, mint beszívott egyetemistákat, akik minden egyes saját képet. Röhögtek. Sírva röhögtek, feküdtek el, és az volt a lényeg, hogy ki tud később kijönni. Miért nem engedi meg a Vidám Park, hogy egy utolsó, egy ilyen Budapest így oda menjen, dodzsemezzen egy nagyot ingyen. Igen. Mindenki leadhatja a feszültséget, és amint szabad, az széttörhet. Nem lehet egy ilyen nagy kollektív bontást csinálni? Nem, félnek szerintem. Mit attól, hogy a most hoppon maradt lomisok bemennek, aztán elgurítják az óriás kereket. Nézd már, hogy gurul. Mennyi vas, apám. Igen, fogd már meg. Lejt. Igen, az mondjuk az... Ha azt megindítják, az csak a hármas határhegy állítja meg. Igen, ott legurítanák az Árpád híd felé. De nem, egy ilyen kollektív nagy dodzsemezés, hogy a főváros lakója, politikusok együtt, mindenki bemegy, és akkor ott kacagsz, neki mész dodzsemmel, gokártozol egy nagyon. Ha összetöröd, az se baj, vége van. Nem, egy ilyen nagy van, közös birtok. Mi megtértél a hétvégén, vagy mi az? Nem, ma megtértem, pont rombolni akarok. Egy ilyen nagy kollektív. De hogy nagy kollektív közös. Volt már ma nagy közös mágiarakás, hagyjuk a lomisokat érvényesülni, most a Vidám Park közösen a politikusokkal együtt. Ne haragudj, a nagy mágiarakás, az tegnap volt az M1-en. Ez nem igaz. Én csak tőlük loptam az ötletet, tegnap körbeültünk. Remélem, ti is körbeültétek a tüzet tegnap. Hogy ne, fölgyújtottam a parkettát. A konvektort. A konvektort körbeültétek? A konvektort, igen. A honlatják ezek dodzsemezhetnének, szerintem. Tehát, hogy egy nagy utolsó dodzsemezés, de akkor távolítsák el a gumipofákat előtte. De nem lenne jó szendvicsbe tenni, Bajnai Gordon? Bajnai Elkaplan! Tegyük szendvicsbe! Sose érsz utol Szijjártó! Szendvicsbe tenni a Bajnait? Egy ilyen nagy közös, hogy beszaladnak a politikusok, beszaladnak utána az emberek, a politikusok azzik, hogy üldözik őket, gyorsabban futnak, pedig az emberek csak dodzsemezni szaladnak, és mindenki még egyszer elbúcsúszhat ingyen a Vidám Parktól. Nem? Akarsz, fölülsz, akarod, te irányítod a hullámvasutat, teszeded a jegyet a tükörszobába, te állsz ott a hordó mellett,
Valamit, amivel így a budapestieknek még kedve lenne oda menni. Nem mentek ma még ki? Utoljára egy elbúcsúzni, megsiratjátok az óriás kereket. Szerintem rengetegen lesznek még ma. Pénzes, vagy ingyen lehet már menni? Pénzes. Na, ezt se értem. Hát most milyen utolsó nap még, amit be lehet szedni, azt szedjük be. Nem értem, mondják azt, hogy köszönjük, hogy ennyi ideig elviseltétek ezt, ami mi Vidámpartnak hívtunk. Gyertek be, ingyen megérdemlitek. Nem? Tehát, hogy ha már ez a múzeum ennyi ideig itt volt, akkor most gyertek ingyen is. Érezze mindenki jól magát. Na, mindegy. Hát, nem tudom. Lehet, hogy még azokat a dolgokat szeretnénk megóvni majd a pénzből, amik megmaradnak. És akkor így nem megköszönik a belépőt váltó, hogy hívják oknak, embereknek az érkezésre, azt mondja, Trinátra, Hemrájtra. Balázs, ne fikázz az óriás kereket, azon fogantam. Na, hát, az bátor azért. Az igen. Üzemzavar volt, és fönnmaradta. Az óriás kerék marad a tengeri maracoknak. Ott fog... Nem, a tevéknek lesz lemozgató. Nem, az zseniális, tényleg. Meghagyjuk az óriás kereket. Miért? Mert van két nagyon fontos tengeri marac az állatkertnek, és azt látod, hogy fönn nagyon futnak, és iszonyatosan pörög a kerék, az jó. Ha Bécsben bezárnak a prátert, kitörne a forradalom. Ide élés, Pityu. Igen, de a bécsi práter az valójában Vidámpark. Ugye? Tegnap bezárt, ír egy hallgató. Na most akkor nehogy kiküldjük. De ő valami. Zárt be. Ja? Igen. Meddig van majd itt a Vidámpark? Ma még van, Lac? Ugye ma még van? Tegnap volt az utolsó vasárnap, ma még ki lehet menni. Egy bezáró helynek már nem csinálunk reklámot, mondhatom, nem? Hogy aki teheti, akkor ma még menjen. Persze. És vegyen, ez az utolsó hétfő akkor, ugye? Igen. Igen. Jó. Igen. Az utolsó hétfő és vége. Na jó. Fél tíz múlt pontosan 5 percem. Ha valaki tud valamit az Árpád hídról, a Szentendrei hídról és a Megyeri hídról, mindenképpen küldje nekünk, hogy tudjunk segíteni. Mi pedig mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt! Mi újság, futottál te is? Hát annyira jó futóversenyen voltunk a Janival. Mesélt róla? Ezt reggel meséltem. És dicsértelek benne. Hát mert különleges neked. Volt. Hát persze nem, de egyébként igen. Tehát most, hogy már futok egy ideje, elmenni egy futóversenyre, azért ez egy jó feeling. Együtt lenni a sporttársaimmal, a barátaikkal. Valóban sokat készültek rá. És mennyi idő alatt futottad le? Nekem ez a 6 km 33 perc alatt ment. Én általában ugyanezt a távot futom, amikor elmegyek futni reggelenként, és akkor ilyen 40 percet szánok rá. Tehát igazából én csak kocogok, azt szokták otthon mondani, hogy mész szaladni ma is? Szaladni. 40 percet futott a 6 km-t? Nem, most 33. De 33-25. Ja, Janinak ott van az eredmény. Jók voltunk. Csapatban 1.44-et teljesítettünk ez a félmaraton időnk. Ami egyébként kifejezetten jó idő. Hát én szeretném egyedül lefutni 1.44 alatt. A félmaraton? A félmaratont, igen. Most megjavították a világcsúcsot. A maraton világcsúcsát. Nem vagyunk érintve. Hát nem tudom, hogy 2 óra, 5 helyet, 2 óra, 3 perc, 2 óra, 2 perc. Nem mentek még 2 óra alá, de most megint javítottak 1-2 percet rajta. 2 óra valamennyi alatt lefutni a 40 kilométer. Meg többen. Itt is azt voltak komoly. Egyébként nagyon erősek. Csak mondom, hogy ezt mondja, hogy az első csapatból volt, aki a 6 kilométert 20 perc, 28 másodperc alatt futotta le, ami 3.24-es kilométert jelent. 3.24-es. Az enyém az 4.30-as volt. Ő 1 perccel jobbakat futott kilométerenk. Nagyon durva. Az kemény. És ez egy jány. És annyira különleges volt az, hogy kint a reptéren egy kifutópályán futunk. Hát oda élő ember nem nagyon megy be. Vannak ilyen vezetett túrák, én is voltam már többször, amikor megnézett belülről a repülőteret, de akkor egy buszban ülsz, és nem szállhatsz ki még véletlenül sem. És most végigfutni egy kifutó pályán, és ott van a guminak a nyoma, tudod, ahol földet ér a repülő, akkor mindig kopik egy kicsit a gumi, és ezen a gumin futottunk. Mi kaptunk futócipőket, én úgy éreztem, hogy pattogok az elején. Mert nekem is nagyon jó futócipőm van, amit vásároltam, de amit kaptunk. Elkezdtem futni, és azt éreztem, hogy úristen, hát valahogy földet kellene érni, valamivel meg kellene kapaszkodni. Hát, igen, olyan volt, mint Tigris a micimackóba, tudod, így a farkán. A farkán pattogott a Csabi. Azért volt csak rossz, hogy a Csabi másodiknak futott, mert ő nem láthatta például azt a spontán aerobik órát, amit a Roli tartott közvetlenül azután, hogy beérkezett, mert ők ugye egymást váltották. Igen, Roli volt az első, én Roli bejött, a Rolit. Utána egy ilyen 6 és 10 perc közötti időn keresztül folyamatosan aerobikozott. De miért?
Levezetett? Nyújtott? Vagy? Ez a kérdés megfogalmazódott bennem, és az Orsiban is. Megbolondult a Roli, hogy mi történt? Figyelj, konkrétan ott gimnasztikázott, nyújtott, de hogy, de ha egy picit így jó, nyilván nem kevertem volna össze Rubindrékával, de hogy egyébként így egy kicsit így ilyen szűrtem volna a szempilláimmal, és úgy néztem volna őt, akkor azt mondani, hogy valamilyen, hogy hívják, Kattus Attila ott. Figyelj, toltott egy aerobikorát, hogy miért utána, és miért nem előtte tolta mindezt. De ez még közvetlenül azelőtt volt, amikor kereste a kocsmát és rá akar gyújtani, ugye? csak mondom egyébként, de tényleg egyébként jött mindenki a kis cumójával, Rolinak is volt egy ilyen kis hátizsák, és a hátizsákon kívül volt egy zseb, egy ilyen hálós zseb. Mi virított ott, doboz cigi, ha mi már. Hát a dohány cigi. Egy cigi előtte, egy cigi utána. Jobb a közérzet. Nincs az a baj. Hogy tönkretegy az egészségét a futás. Igen. Futás közben is rágyújtott? Lehet, hogy azért futott ennyire rossz időben, megállt egy szinten. Megszédült a nikotinészség miatt. Mennyit futott a Roli időben? Roli nagyon jót futott egyébként, kifejezetten jót. Azt mondja, hogy 1.28.59-et. Már micsoda, kilométer hogy 6 kilométer? Ne, a kilométer átlag az 4.49 volt. 4.49-es kilométereket futott, úgyhogy az nem rossz. Nem rossz, főleg úgy, hogy van rajta egy minimum 10 kiló súlyfelesleg. Pont Ferének ecseteltem reggel, hogyha a Roli egy nagyon picit komolyabban venni ezt a sportolás dolgot, nagyon jó futó lehetne belőle. Mert meglepően gyors ahhoz képest, hogy milyen súlyfelesleg van rajta, meg hogy annyira nem él egészséges életmódot. Tök jó tolja, tök jó tolja. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját. Hát Orsi meg mindenki mögött akart futni. Morning show. Jó reggelt, hello. Hello, jó reggelt. Hello Peti, ugye a Vidámpark bezárásáról beszéltünk, te azt írtad, az óriáskerék marad a tengeri malacoknak. Ezt írtad nekünk. Szerettük, helyes volt. Te vagy a nap hallgatója, Petikém. Hol hallgatsz minket helyileg? Kápolnásink, oké. Okay. Köszi, hogy minket hallgatsz. Küldjük az ajándékcsomagot neked. Köszi. Köszi szépen. Sziasztok. Hello, ciao. Csabi kámere. Meg zenéid lesznek? Igen, köszönöm kérdésed. Beszéltetek arról, hogy a Jani a Vidámpark helyén nyíló kis létesítményben liánokon is lógna, és erről eszembe jutott Tarzán. Hát ugye gyerekkorunkban Tarzán akart lenni. Tarzán! Csak Tarzánnak mondtuk. De mi Tarzánnak mondtuk, mert mi Szexádon nőttünk fel, és ezt nem kellett mondani. Mert ha azt mondtuk volna, hogy Tarzán, akkor nem tudtuk volna, hogy kiről beszélünk. Ja, csak Tarzán szeretett, vagy Rahánt is. És volt Tarzánnak egy felesége, a Jane, és ezt a Jane-t jeleníti meg legújabb klipjében Katy Perry, és ezt a dalt én most lejátszom, az a cím, hogy Roar. Tarzán? Tarzán. Tarzán is Katy Perry. 5 perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, ami pedig holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!